Na, folytassuk a bótbajárás. Tegnap húsvét, húsvét pénteken nyitva voltunk, ma is nyitva vagyunk. Nálam nincsen olyan nagy tumultus, bár Kristóf per Imre per Ferike, attól függ, hogy éppen hogyan hívjuk a drága kollégát, aki ott dolgozik. Nem túl gyors, tehát van kis tumultus, de nyugi, itt nincs éhezők viadala. És egyébként már tegnap is megnéztük, az upcoming részben nagyon sok mindent terveznek behozni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt ezt a gémet hogy és mint és mennyire fogják fejleszteni. Hát azt tudom, hogy szerintem ez elállítódott. Pedig nem. Én érzem túl gyorsnak. Na, figyeljetek, tegnap, tegnap odáig jutottunk, hogy megtaláltuk a tökéletes balanszt a polcok ö, ö, kinézete mennyisége, miensége felől. 1087 dolláron zártuk a do, a, az egészet, és akkor abban maradtunk, hogy legyen egy bevásárlás, még megvárjuk, hogy az a polc kifogjon, és utána akkor csinálhatunk olyat, hogy duplázunk mindenhol. Az biztos, hogy most vennünk kell ilyen ö, dobozos tejet, ott mi van? Ott mi van Nutella? Ott nem kell, hogy legyen Nutella. Tehát vennünk kell dobozos tejet, ríst, olívaolajat, nutellát és olyan piros genyót. És megnézhetjük, hogy milyen fölélesztésre van lehetőségünk. Ezt beállítjuk selfre. Tehát azt mondja, hogy ez, 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 olyan rizs, az nem tudom, rizs, spagetti, spagetti pasta, spagetti pasta, tutti. Az is kell, rizs is kell, és dobozos tej. ez jó, drága. Nutella... Nutella... van még? Aha. Igen? Olajam is. Ja, de az olyan olaj. A meg olyan só. Jó van. Úgy látom egyébként, hogy nálam ez... Ez így sose fog... Sose fog elmúlni. Várjatok már, olyat, olyat akarok csinálni, ezt már az előbb néztem. Nyomj egy ezt képet, more. Haló. De most mi van most, ez a billentyűzetem nem működik? Nem működik. Akkor mi nem működik az eszkép? Jó, mindegy, nekem csak ez kell, hogy legyen egy G betűm. Nem, fogyasztani nem tudok a saját portékámból, pedig mennyivel, mennyivel egyszerűbb lenne? Egy kicsit megdizsmálom de, de a, a Nutella készletet. Ez kellett nekem, hogy legyen az egéren G betűm. Nagyon jó! Oké, tehát akkor az olajat, az... Hú, figyeljetek, nem lehet, hogy már valami volt a kosárba? Csak mert ez így indokolatlanul, uh, indokolatlanul sok doboznak tűnik kint, ahhoz képest, amit én rendeltem. Csak mondom. Mindegy! Aha, igen. <laughs> már volt benne szerintem az, amit akartam rendelni. Tehát tegnap a streamet úgy zártuk, hogy ezek már rajta voltak. Végy, Tibi, bezárlak téged. Aha, igen, hát egy kicsit. Egy kicsit. Jó van, rárakjuk azt oda. A abból is van kettő, nagyon jó. Hát, figyelj, mi lenne, ha meg... Úristen, még ebből is. Mi lenne, ha megvennénk 800-ért a raktárat? És akkor az lenne a következő terv, hogy szerezni egy pakolós embert, nem? Most kinyitok, most nem érdekel a hűtős dolog. Mert most van ugye 700 pénzem. Mert a raktárhoz mindenképpen... Jó, először legyen ez. Jó, ezt megvesszük, ezt szállítsák ki. Nézzük csak! Tehát ez a kérdés, hogy ezt hova kell tenni? Ó, gondolom, onnan megy be a raktárba a csóka, ugye? Vagy várja, e ez, 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 hova, ez hova kell letenni? Na majd ezt mindjárt megmondjátok. A 160 per délőn, hát igen, gondolom, hogy itt elég sokan csinálnák azt. Szóval azt hova kell tenni? Vagy kintről is? Aha. Szia, Geri! Hello, hello! Tehát akkor meg kell venni a raktárat, és ez a cucc a raktárba megy? Akkor gondolom az van, hogy ebből kell több. Tehát ugye a raktárat ezzel kell föltölteni. Hát mondjuk innen, ahogy látom, nem megy be oda. Tehát hogy ez, ez egy lik, És ez nincs összekötve a bótommal. Először kintről tudsz. Oké. Okay. Jó, trendicek. Ti láttatok egyébként olyan fejlesztést benne, hogy zene? Mert én nem. Amúgy, amúgy azt tudnám, azt tudnám értékelni, hogyha mondjam, hogy valami diundisun zenét fejlesztések után majd össze lesz kötve. Hajaj, hajaj, a pa, 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 pasta, pasta, azt pasta, van, van olyan pásztám. Nem mondod, hogy olyanom nincsen. Hát az meg. A ha, tényleg ott is volt egy nutella. Jó van, akkor rendelnünk kell kettő darab olyan pasztát. Ezt. Nem ezt. Ezt. Még mielőtt elfogy. Az ott pont jó. Ja, hogy ti ezen így átsétáltok? Hát akkor én nem tudom, hogy mi Tessék. De meg kell venned, és a raktára is van fejlesztés. Hát gondolom az, hogy egyre nagyobb a raktár. Aha, ott a kávé fogyóban van. Na most szerintetek, aha, van kávém. Ez tényleg egyébként ilyen nagyon kínai boltos feeling, de én, én adom. Te az utcát használod raktárnak. Mondjuk az sem egy rossz gondolat. Hogyha nem lopják, most még jelenleg akkor nem lopják el. Aha. Dobozostály. Ezt úgy is szokták vinni, úgyhogy igazából az, az olyan, mint hogyha no 24 be lehetne azt rendelni. Kávé, rizs. Ha szedi azt, akkor megpróbáljuk ezt is kifogyasztani. Igen. A susu! Há, végre a susu! Vigyétek a susut! Ó, el se hiszem, végre egy egész doboz susu elfogyott. Jó, hát ezeket a termékeket egyelőre nem kezeljük jól, de majd kezeli a pakolós fiú. Kár, hogy nincs multi, mennék a boltod elé. <laughs> Hallod, abból nem tudok kipakolni, mert hogy így ilyen van, van, van nutellám, de hogy így... Ebben még van? Nincs. Hála a jó égnek. A pénztárban ki van? A pénztárban, hát nem tudom. Huán. Kristóf, Tibor, Éppen, éppen ahogy hívjuk. Ő nem sértődik meg, hogyha mindig máshogy hívod. Aha, tej, tej az kell. De a dobozos fajta. Abból megint rendelek kettőt. Ez, ezt nagyon viszik. A pénztárban nagyon ki van. ja, hát igen. Hát, igen. Jó, de figyelj, szépen dolgozik. Tehát én, én amúgy, én amúgy abszolút, abszolút elégedett vagyok vele. Azt hittem, hogy rosszabb lesz. Az elején, az elején nem tűnt ennyire lelkesnek. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy most is nagyon lelkes, de hogy így csinálja a dolgokat. Hallod, mondjuk azért, hogyha nekem lenne egy olyan kisboltom, ami napi ezer dolláros forgalmat csinál, azért én büszke lennék magamra. Az, az azért nem semmi.

A display is full, akkor még ebben van, cucc, Igen. Spagetti! Lehet, hogy egyébként lassan kellene majd plusz fényt venni, mert. Uh... Érdekes. Nagyon jó, azt figyeljétek! Ki tudom pakolni a teát, és meg tudom szüntetni itt a teát. Ó, de jó. Már csak azt az egy csokapikot kéne megvenniük, de szerintem most már azzal is tudok mókolni, mert hogyha ide kirakok, azaz, onnan pedig leveszem. Zseni. Na figyeljetek, most vagyunk jók. Most vagyunk jók, és most tudjuk akár azt megcsinálni, hogy mindenből, mindenből kettő legyen. A kérdés, hogy akarjuk-e? Kell-e ez nekünk most? Vagy maradjunk a két polcos megoldásnál. Mi 1260-as napot csináltunk. Ma nagyon szuperek voltunk. Ott a kis só. Igen, a sós dobozzal ö, nem szórakozunk. Nem, mint hogy az kell. tehát az előbb elintéztük, a csokapikot az előbb elintéztük. Ebből a sárga olajból vittek? Vittek. Azt is vitték, nagyon jó. Susuból is. Próbáljuk ki és meglátjuk mennyire jó. Igen? Jó. Figyelj, föl lett töltve minden a spagetti, a spagetti és a liszt hát azért itt van, van aminek kéne jönnie. Csupa csoki! Aha, és hogyha már van tízezred. Ú, hát azért tízezrem nincsen. Ebben mi van? Oly, ebben is olyan van? Oda vagyok. Hát figyú, akkor csináljuk azt, hogy egyrészt bezárom a napot. 1200-an maradt. Hmm. Kifizetjük a számlákat, mert azt most már, hogy látom hogy régóta nem fizettem ki. Ups. És megvesszük a storage-et. Most már megvettem? Még mindig logged. Aha, de ide be tudok jönni. Oké. Okay. És akkor azt mondjátok, hogy ez ide jön. Yes. Az ott van. Akkor ezeket rakom rá. Ah, Aha, aha. Látom. Ú, uh, azért ebből a storageból fog kelleni. Ez így menő, hogy így rakja rá. Tehát nekem akkor igazából azt kéne elérni, hogy én ide pakolok, és egy csóka onnan pakol be. Így baromi sokat fogsz járkálni. Hát én nem. Én nem, hanem majd az, aki, aki ezt csinálja. Hogy a... Nova várj, állj! Egy polcra... De már hogy nem lehet a tetejére tenni. Legalúra is lehet? Oh, kösz. Oké, okay, és a legtetejére oda nem? Várj, egyáltalán ebben van valami? Nem van. Már nincs. Fent nem érje. Há' álljon létrára. Hát. Ö... Éted, Tehát, te hogy te te így nem áll. És akkor ennyi, ugye? Tehát ezeket nem lehet. Oké. Okay. Jó, hát ennyi dobozt, ennyi dobozt, akkor tudok én kezelni, maradjunk annyiba. Itt mi van, itt van a tej. Jó, 264-en van, és most kellene azt megnézni, egy hiring. Aha. Jó, ma még ezt baszhatom. 15-ös szint kell nézzétek. Hallod? És a pakolós az 10 dollárral többet keres naponta. Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Egy napot még le kell húznunk így, hogy én pakolászok, és a következő nap tud nekünk besegíteni a, a kollega. A pakolós már sétál. Hát mondjuk veszélyességi pótlék, meg ilyenek. Értem én? Értem, értem. Ettől függetlenül nekem most akkor szükségem van a következőkre. Liszt kávé. Jó, tehát a, a shelfesből csak a liszt és a kávé. Fordítva kellene, és akkor még értelme is lenne, de mindegy. Bottled water too expensive. Hát igen. Mennyi akkor, mennyi akkor a használtból, használt, izé, használt, second hand uh, supermarketbe? A raktárban nem veszel még polcokat? De, majd veszek, hogyha lesz rá pénz. oil is too expensive. Jó, nem baj, mindenki, mindenki, vegzál az árak miatt, de minket ez nem érdekel. Second supermarket, igen. Amikor fölbontottad a tésztát, kicsit kivettél belőle, de rájöttél, hogy te pennét szerettél volna, nem kanellónit, vagy mi az Istennek hívják, és visszaviszed. 15-ös szintű lettem, úgyhogy most abban a pillanatban föl is vesszük az emberünket. Na hol van? Ott látod, hogy dolgozik? Igen. Nagyon ügyes. Érted ja, alapvetően annyi rekesznek kell lennie a raktárba ahány... Ö, ahány különböző terméken van vagy hát a, annyi, annyi polcnak kell lennie, hogy mindenből lehessen plusz egy rendelésem, ugye? és akkor onnantól kezdve a bátyja megoldja Igen, nem is kell mutatnom, hogy mit csináljon, csak egyszerűen dolgozik, mint a kis angyal. Na, ez nagyon jó. Jó, ettől függetlenül nem az van, hogy nekem nincsen dolgom, mert nekem meg ugye majd oda kell mindig bepakolni. Azt kell megnézni, tehát 2, 4, 6, 8. 8 különböző doboz, ami egyébként nagyjából lefedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mondjuk annyira nem, mert kettő kellene belőle. Tehát, hogyha van, van kettő darab rekeszem ott kint, vagy mi az polcom, akkor a bátya tudja pakolni a dolgokat. És akkor kell még a hűtő miatt is. Figyelj, kiegészítésnek tök jó. Nyilván, nyilván valószínűleg én is bele fogok nyúlni így a pakolásba, de csak az elején. Nem tudom. Nem tudom, hogy a hűtős dolgokat is, ö, izébe teszi-e ide. Gondolom én igen. Ja, a kenyeret kell vennem, mert az elfogyott. A kenyér fogyott meg az a piros tetejű valami. De első körben szerintem még egy ilyet veszünk. És akkor oda is elkezdünk úgy pakolászni, hogy egy, kettő, három. 7, 8. Na nézzük. Az, az derék. Azt nem tudom, hogy ki logisztikázta ki, de fasza. Na figyelj, és akkor erre kezdjük el fölrakosgatni ezeket. Azt mondja, hogy... Könyér. Gondolom, ők nem pakolnak be ide, ugye? Tehát a raktárba, a raktárba mindenféleképpen én pakolok, ők pedig a raktárból. Ki... Ja, csak kidobott egy dobozt, jó. Oké, okay, az első nyolc termék ott megvan. Ha ez itt kifogy, akkor ide pakoljuk a második nyolcat. Hmm. Nem tudom átírni a nevet. A sarki kis vegyes, vagy valami ilyesmi kellene. Jó, az a biztos, hogy nekem minden napot úgy kell zárnom, hogy legalább 200 dollárral, hogy kifizessem a nyomikat. Van még benne? Nincs már benne. Remélem nem zavarom össze az izé pakolós emberemet azzal, hogy néha én is belepakolok. Jó, ott rizs van, itt a só. Fia, ha már van pakolós emberem, akkor nekem nem kellenek plusz dobozok. Ez pedig a tej. Az pont tele van. Hát amúgy van még benne egy kis... Tehát lenne hova fejlődnie. Lenne hova fejlődnie, mert ahogy látom, ő el van az első polccal, amíg a második az mindjárt kiürül. Tehát a nutellát az ki fogja odarakni Józsi. Akkor tudok oda tenni mellé is. Tehát ebből a dobozból, például a csokapikból lehetne kettő? van-e a raktárba? Valószínűleg nincs egyébként. Messziről hozzá nézem el neki ez az első napja. Ez így van. Jó, tehát akkor a 3, 8. Tehát idáig vettem meg az előbb. És akkor 3, 7. Jó, ezt kell, ezt kell megrendelnünk holnap reggel. Akkor azt mondjátok, hogy mondjuk a te, hogyha van teljes, az itt megáll. Az igen. van valahol te. Aha, ott van tej. Rodag must be the same. És ez nem ugyanaz? Na várjál. Tehát ha itt van a tea, ez te a. Aha, azt mögé rakta, oké. Okay. Gondolom a nagy dobozból, ugye a címke felette van. Á! Ah! Á, ah, oké. Okay. Várj egy csokapik. Aha, tehát abból kettő elfér, az szuper. Mhm. Uh -huh. És akkor várj, ez az olaj. Az ez. Aha? Ú, abból lehet, hogy több is elfér, látom. Oké, okay, oké. Okay. Az mi volt? Mi csinált? Raktárban nincs villany. Na persze, meg majd még azért is, azért is fizetek mi. Szerintem igen, nekem ez fog kelleni, hogy ez a... Aha! Nézd meg az okos fiút! Éppen csak belerakom oda, és máviszi is. Na, nagyon jó. És akkor nekem igazából csak a raktárt kellene nézni. A bolttal nem is kell foglalkozni. Hanem ha azt látom, hogy a raktárnak valamelyik, valamelyik füle üres, azt kell rendelni. Mondjuk így sokat fog... Ó, oh, várjál! A taktik. A taktik tiktak. Jó, az nincs, tehát Nutella az nincs, vagy még egyelőre annyira pakol, hogy azt se tudjuk, hogy mi van. Most viszi a Nutellát, gondolatolva gondolatolvasó a fiú. Egyszerűen hihetetlen munkaerő. Ja, én értem, hogy, hogy ide is lehetne rakni lámpát, de egyébként, hogyha nagyon akarom, akkor azt is csinálhatom, hogy ezt az egyik lámpát így megfogom, és ezt így áthozom ide. Itt is van kapcsoló? Nem, itt nincs kapcsoló. Ó, hát nézzük, táncolni lehet, annyi helyen van. De mondjuk ott nem sok minden van. Aha, tehát fog kelleni egy harmadik salgópolc, ami így, hogy oda bevittem azt, így egy picit nehézkes. Hát maximum azt tudom bevállalni, Max azt tudom bevállalni, hogy esetleg a hűtőt, a hűtőt én pakolom. Hoppá, hát vizet lehet, hogy nem kellett volna rendelni. Az még szerintem egyébként jelenleg egy járható út, hogy ezt, ezt még esetleg én pakolászom. Turkókóla. A híres, a híres turkókóla. Zaps, zapszóda. furkónak olvast. Toás. Fél, így egyébként nagyon durván beindul majd most a biznisz. Tehát, hogyha azokkal a polcokkal nekem viszonylag keveset kell foglalkozni, akkor az nagyon nagy királyság. De hogy miért van kétféle kólám? De nézd meg! T figyelj! Szerintem ez nagyon jó. Hello, hello, utálom krappa, jöttem ide. Mi? Miért utálod a krappát? Hát víz nem kellett volna, igen, az jobb lett volna, hogy előbb olvasom, amikor írjátok. Jó, figyelj, azt jó olvas, engem az se érdekel, hogyha túl drága nektek valami, most egyenlőre jók vagyunk így. 410 pénz. Hú, az anyád. Ott azért van baj. Mert hogy így kenyér, kenyér és liszt például fixen kell. Na most nézzük meg, hogyha ezekből négyet rendelek, ugye, liszt, akkor elfére kettő. Amúgy el? Aha, Na jó. Olajból van kettő, akkor jöhet, jöhet egy csokapik, akkor kettő, kettő piros paszta, ez uh, az olaj, akkor egy, egy susú. Akkor az van fölötte, egy kávé és egy tea. Kávé, kávé. Az ez. Jó, ez, ez mondjuk így egy jó pofa megoldás, hogy igazából egy helyre Gondolom én nem mindenféle dobozból lehet kettőt rakni, mert hogyha valami sokkal nagyobb doboz, akkor cseszhetem. Bár... Figyelj, ez is nagy. És mégis. Aha. Akkor szerintem mindenből mehet kettő. Igen. Jó, sárga, sárga olajból kell egy. Ú, uh, meg ez az oldal teljesen. Azt a mindenit. Hallod, ennyire viszik a cuccokat? Zöld olajból kettő, egy tej. Kettő piros, kettő tészta. Wow! Ennyit számítana, hogy, hogy a csóka pakol? rizs és két Nutella, vagy mi az pasta és két Nutella, az már max, jó van. Én ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire bepereg. Meg se, áll. Meg se áll az öcsi! Ha mondjuk most aztán megdolgozik a pénzéért. elment úgy ez a nap, hogy én a boltba be se tudtam szinte menni. Kezdem úgy érezni, hogy a csávót azt nem fizetem túl. Jaj, de rekisz full. Miért van három spagetti? Ó, te. Nincsen automata lámpa? Az lehet, hogy sokat segítene. És egy Nutella. Amúgy szerintem kajak ügyesen pakol a csávó. Rosszabbra számítottam, azt hittem, hogy, azt hittem, hogy jóval, jóval együgyűbb lesz. Azt ott jól látom, hogy elrontottam. Igen. Igen, azt ott elrontottam, mert a bio... Mindegy, vigyék akkor... Az nagyon jó, kiürült. ameddig egyébként ezt én tele tudom tartani, addig, addig ő aztán itt pakol. Jó. Jó, figyeljetek. Na most úgy érzem, hogy pereg a biznisz. Most, most jók vagyunk. Hagyd az utcán. Igen. Végül is ott is hagyhatnánk. Hát hallod, úgy, be, úgy befütött engem ez a Józsi, neki kellett hirtelen vetkőznöm. Kávé, Amúgy figyelj, tényleg, tehát a raktárat rendben tartom, jó, ezt gondolom addig működik, ameddig ennyi termékem van, de amint sokkal több termékem lesz, akkor már nem olyan jó. Vegyél fagyasztót is. Még egyet? Ez nem elég? Na most megvárom, amíg kipakol a bástya. Jó, tudom. Bezárom a dobozt, mert ettől készülni. Ebből vitte el? Aha. Ebben mi van? Ebben van a tej. Hát a vízből sok nem fogyott, de bezárjuk a dobozt. Úgy. Tessék ilyen szépen, jó? És egyes, ha így rakom, akkor még látjuk is, hogy melyikben mi van. Azt meghagyjuk ott. Igen, az egyébként szerintem hiányzik. Tehát az ilyen nyilvántartó rendszer, hogy lássam, hogy miből mennyi van. Adott esetben raktáron, az, az fasza lenne. Igen. Mert a rendelést mindenféleképpen könnyítené. De azt így, az a baj, hogy nem látod. Tehát így csak azt látod, hogy mit tudsz rendelni. Lehet, hogy a freezer az a hűtős termékeknek kell, amíg bent van a raktárba. Amúgy szerintem nincs ennyire bonyolító a játék. Szerintem az van, hogy a small rack-re rakom rá azt is. Na, hát a product license el azzal nagyon le vagyunk maradva, tehát már itt ilyen ezrekér is lehetne product license-t venni. Purchase this extra section to your supermarket. Tehát a supermarket a méretét is növelhetném 750 ér. Vagy ugye a storage-ot. Úristen, a storage is 800 ér. Itt az a baj, hogy ezek már olyan pénzek. A, igen, akkor már kuki klikkerezni is lehetne, hogyha, ha ezt így néznénk, de figyeljetek, fel van pakolva minden, leokészhatjuk, indulhat a next day. Tehát amúgy lehet, hogy ezt kéne néznem. Azt mondja, figyelj. Igazából, ha minden nap, tudod mit? Ha minden napot úgy kezdek, hogy a raktárba mindenből van kettő doboz, akkor utána én nem is foglalkoznék semmivel. Ezt úgy imádom, Ha, de mondjuk pont a csokapikot, ezt nem így kellett volna. Tudod mit? Ott, ott pont jó a tárolás. A liszt az jöhetett. Nagyon jó, a kenyér is. Na, az olajból elfér -e több? az olajból elfér három. Akkor viszont biztos, hogy a susuból is. Nem, a susuból nem. Na én meg azt hittem, hogy itt megváltom a világot. Jó! Abból nagyon sok elfér. Hát akkor ez konkrétan olyan, hogy ha valamiből, valamiből elfér akár hat doboz is, ami ilyen pici. hát ja, ezekre, ezekre majd most még várni kell, hogy elfogyjanak. Igen, de ez a polc, ez jó. Jó, dobozos teljesen és olyan zöld lötty az kell, azt tuti. De idáig vagyunk meg. Árak ellenőrzése a boltban. No, no. Itt nálam, nálam minden egységáron van jelenleg, nincs is, nincs is reklamárásra lehetőség, hogyha valakinek túl drága, akkor menjen el dolgozni jobb helyre. Tehát, hogy így, én, én, én jelenleg ezt tudom mondani. Nincsen drága bolt, csak csóró vásárló. Ott miért van kenyér, ha ott is van könyér? Szőr van a logisztikába. Ócsona a hülye is el tudja adni. <laughs> Igen. Na pakoljunk ki egy kis vizet. Mert látom, hogy ez fogyott. A, a cola. A cola is nagyot ment. Igen, az el is fogyott. Turkólát is vitték? Turkólát is vitték, nézd meg. Oké, okay. mi van még? Almalé. A biojuice, a biojuice is nagyon kellett nekik, és a víz ez meg már ott volt. Jó, itt mi van? Itt tészta van. Már, már, pótolom is. Nézzek, levette, már, már újra van pótolva. Rengetegen voltak, és ki van fosztva a bolt. Hát jöttél volna hozzám, nézd meg! Azzal ne foglalkozz, csak azért van ott, hogy optikai csalódás legyen, mert hogyha nem lennének üres polcok, azt hinnék az emberek, hogy minden tele van, és senki nem jön vásárolni. Ha a fele polcom üres, azt gondolják, úristen ide mennyien járnak, már a fele áru elment, jöjjünk be mi is vásárolni. Érted? Ennyi. Vásárlóli picológia. Így működnek. Aha, és most már lassan, lassan dolgozik a, a, a srác. Így van, ez a fordított vásárlóli picológia. 722 dollár, úgy, hogy azért én vásárolok rendesen. Most már amúgy mondhatnám Józsinak azt, hogy dupla polcok legyenek mindenből. De amúgy így, hogy ő pakol egyedül, így nem biztos, hogy kell egyébként az, hogy legyenek itt is, itt is dolgok. Dupla polc és két kassa. És akkor az egyik kasszába álljak be én. Nem tudom, hogy most mi növelne a bevételemen, tehát hogy mitől lenne több bevételem. Jelenleg azt látom, hogy a kassa az hozna pluszt, mert lehet, hogy akkor több ember jönne be. Ugye az a baj, hogy ők 12 óráznak, tehát az azt jelenti, hogy ugye a, az MT szerint nyilván 8 óra után ki kell adni 20 perc ebédszünetet, viszont ha már valaki 9 óránál többet dolgozik, akkor egy újabb 25 percet. Hát, igen, tehát ők meg 12 óráznak, ugye? Várjál, nem, est, reggel 8-tól este 9-ig dolgoznak. Plusz a túló, túlóra, hogyha, hogyha Józsi elúszik, és ennyi ennyi vevő van. Így van, a 40, 45 perc pihi van a 12 órás műszakban, azért azért mondom, hogy 8 óra után ennyi, aztán 9 óra után még 25 perc. Hát ugye igen, itt most azért még van ki egy pár óra ilyenkor, amikor a kasszázást befejezi, mert ezeket az embereket még mind ki fogja szolgálni. couldn't find tea. Hát ott a tea bazzeg. Hallod, meg még jönnek be. Mondjuk az durva. Ha, de baszki, ezt is hogy lerabolták. Wow. Figyelj, 1078 as volt a bevétel, és ezek még, ezek még itt végig se mentek. A raktár biztos, hogy fogy. Persze, tehát, hogy azt, azt, azt vágom, mert... Uh, amúgy, hát nem, az a, az a listes, az a listes dolog nincsen. De te az nem fogyott el, azt látom. Itt van susu, meg csokapik. Ööööö, uh, hát a csokapikból szerintem nem fér el több, de megnézhetjük, de elfér, nagyon jó. A lisztem az teljesen elfogyott, azt vitték, uh, a susu, a susu az viszont még itt van. Szakszer, nincs szakszervezet, nincs, tehát hogy arra különösen ügyelek, hogy az embereim szakszervezetben ne tömörüljenek, mert az nekem nem lesz jó. Jó, lisztet, lisztet meg olajat kell szerintem nekem venni, mert mint hogyha az nem lenne. Zöld olajam van, ilyen piros kupakos dolog, nutella, és hol a sárga olaj? Pedig itt van. <hül> hmm, nem bírta. Nem bírta a tempót egyébként a bátya. Jó, de addig nem zárhatom le a napot, ameddig nem fejezi be. Köszönöm szépen, srácok. Hmm, igazadban a kenyeret össze tudom rakni. Nem, nem tudom összerakni, mert tele van. Mert mint hogy ott kettő van. Jó, ez most elmúlt. Hát én nem tudom, hogy hány órás túlórába vagyunk, de, de úgy vagyunk. Az biztos, hogy kettő lisztet kell vennem. Figyelj, tehát ott van fönt a két rizs, sóból ott van kettő, az nem kell. Két rizs, két nutella, az biztos. Két piros tetejű. Meg egy pasta. A spagetti. Az megvan, a piros tetejű megvan. Mi? Lisztet raktam be? Flor van bent. Aha. Lisztet raktam be. Mmm, csak a pikunk van. Olyan piros nincsen. Jó, ennyi, ennyi elég lesz. Figyelj, 1536-on zártuk úgy, hogy volt napközbeni rendelés. Úgyhogy elég, elég jól haladunk szerintem. Na, azt ott szépen ő most föltölti kézi, én megrendelem. Gyorsan bepakolunk. Azt mondja, hol a rizs? Na igen, hát ezeket kellene nekem megígézni, hogy ebből, ebből gyorsa, így gyorsabb legyek a raktárba pakolással. De mondjuk attól függetlenül kinyitni, kinyithatok, mert amíg én pakolok, addig addig ő is pakol. Maximalizáljuk a nyitott óráknak a, az effektív számát. azt nem tudom, hogy érdemes lenne nekem besegíteni, vagy igazából őt azért fizetem, hogy ezt csinálja, nem? Ha az tele van. Ez biztos, hogy kellett. Ez, ez nagyon kellett. Nézd, és akkor be is segítek neked. Susú, spagetti és tej. Oh, ez levarom. Aha. Lisztet azt, lisztet az, ha nem azt fogja most meg, akkor segítek neki. Hát az nem liszt volt. De olyanom nincs is? What? Mi odáig nem jutottam el? Már jövök is! Ez így volt a tuti szerintem, hogy egyet kipakoltam, és kettőt meg berakunk a raktárba. Jó. Na, ö, nézzük a számítógépet, mert valamit jó lenne fejleszteni szerintem. Small rackkel egyelőre jók vagyunk. Vegyünk, vegyünk egy második kasszát. De hogyha veszek egy második kasszát, kellene egy második kasszás is, nem? Számlák. A számlákat befizethetjük, igazad van. Nagyobb raktár. Kell? Igen, mondjuk egyel nagyobb raktár az azért lehet jó, mert akkor tudnék, tudnék a hűtős termékekkel is szórakozni. Mert a hűtőbe is van 2-4-6-8-10, hát mondjuk igazából 9 különböző termék, és itt meg 2-4-6-8. itt akkor egy terméket például abból nem is tudnék berakni. Couldn't find cheese, akkor keressed jobban. Vagy mennyire át máshova, vegyél máshol sajtot. Tehát a licenszeket hagyjuk egyelőre, az nem kell. Growth. Ezzel a bolt nagyságát növelném. Nem is tudok egyébként most új embert fölvenni. 20-as szint kell, és 22-es szint, Tehát jelenleg fixen egy-egy emberrel kell gondolkodnom. Storage-et növelhetek 800-ért, azt növeljük is. Aha, szép. Én mehetek hátra a rendeléssel. így legalább azok egymás mellett. vannak. Jó, ez a storage, ez most egyelőre elég lesz szerintem. Ha, nagyon akarok, akkor amit érdemes lehet venni, az még egy ilyen rek. Még egy ilyenre, hogy esetleg a hűtős, hűtős árukat rá tudom-e tenni nézzük meg. Azt mondja, hogy product, fridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bár igazából csak 8 kellene, de mindegy. Nézzük, egy doboz, azt mondja, víz. Ó, hogy ne, nagyon jó. Tehát akkor ezeket is itt tároljuk. egynek, egynek nem lesz hely, azt majd kitaláljuk, hogy melyik, és azt, euh, azt berakom bentre. Hoppá! Ah, jó helyre raktam. Pakolod össze a kenyereket és lesz hely. Uh, hát, ja végül is csinálhatjuk azt. Csak nem tudom, hogy mennyire akarom uh, keverni a dolgokat. Úgyse fogom tudni egyébként ezt így fejben tartani, hogy mi van itt bent, tehát szerintem mindig, mindig úgy kellene csinálni, hogy random rendelek, aztán így így izé elszórom a raktárba. Úgyis Jan csipakolja. Hát akkor azt max úgy tudom elképzelni, hogy... Euh, hogy azt csinálná... Nem, de az a baj, hogy mindenféleképpen nyomon kell követnem, hogy melyik raktárpolcon mi van. Mert... Euh, mert hogyha mondjuk az a mondás, hogy minden nap rendelek mindenből egy dobozzal, és elkezdem bepakolni a raktárba, akkor, hogyha nem figyelek arra, hogy mi hol van, csak random pakolom, akkor egy idő után úgyse lesz elég raktárhelyem, bármint ilyen salgópolcos polcos helyem. jaj. Az nem jó, hogy hív. Itt vagyok. A raktárpolcokat is pakold úgy, mint a boltba. Uh -huh. Egyébként most úgy pakoltam az elején, csak aztán valahogy ö, valami rosszul sült el. Szerintem ő egyedül ezt nem tudja már ellátni. De például a Nutella nincsen kipakol. Azt hittem, hogy gondolatolvasó megint, és a Nutellát szedi le. Akkor hozzuk ki a pasztát. Mit viszel? Mit viszel? Nem láttam, én. Hogy került oda a tej? Ja, az ott volt. Verje, ilyen pasztán van itt kint, nem? Aha, itt a pasztám. Azért ma is nagyon nagyot ment a bolt. Még egy-két raktáros elférne. Amúgy simán el, csak jelenleg nem tudok olyat venni. Most rakja ki a tejet? Nem, akkor tejet hozhatom én. Szóval a szinthez van kötve, és még nem vagyok olyan magas szintű. És még egy jó darabig, ugye be csak ennyi volt, most még egy jó darabig csak, csak ennyi emberrel tudok dolgozni. De halad ilyen félig, félig teli dobozokat pakolászik vissza a csóka. Szép hétvégét, és kellemes ünnepeket mindenkinek. Így van. Jó, igazából... És hogy megint van minden... Az még várhatunk egy kicsit, ameddig befejezi a pakolást. Vere, susu, susut az kipakolta? Nem. Akkor kipakolom én a susut. És hol, hol a susu? Nem látok rá. Ott a susu. Igen, és van még nekem palackos tejem. Így. És az volt bal lent. Na ezt, ezt az egyet legalább már megjegyeztem. Fogjon el minden és csak akkor rendeljek? Hát azt is lehet. Jó, figyeljetek. Ö, azt mondja, hogy 1200-an van. A raktár fejlesztés az most szerintem rendben van. Tehát most elég, elég nagy a raktáram. Mm. Lisszáz, hát hogyha behozok még terméket, akkor még fog kelleni nekünk ö, A polc. A, bolt, a boltnak a méretével elégedettek vagyunk? Nem úgy van mindenhol minden, nem? Még egy nagy hűtő? Hát figyelj, így is van kettő, kettő kiraka, kirakós polcom üresen amit ugye használhatok arra, hogy mindenből dupla sor legyen. Egy hűtőm van, az egyébként kiszolgálja a teljes termékkészletemet. Ú, ez az, kinyitom az ajtót, és az első, amit meghallok, egy repülőgépnek a hangja. Szóval az egyelőre ki kiszolgál minket. Szóval nem feltétlen érzem azt, hogy nekünk kellene plusz tér. Mert még akkor is egybe tudnám forgatni a polcokat, tehát ezért lehetne itt még... Lehetne itt még egyébként szórakozni ezzel. Akkor mondjuk, igazából marad az, hogy a, a liszenz, Jó, tudod mit? Legyen licenszvásárlás. vásárlás. És akkor viszont tudjuk azt csinálni, hogyha most licenszt vettem, az elvisz majd egy polcot, vagy hát attól függ, hogy mi jött. Várjál. Shelf. A sorrend marad, tehát ide lentre jött, nézd csak, polcra jött egy, kettő, három, négy, öt termék, Tizet rendelünk belőle, plusz egy, plusz egy, egy ilyen raktárpolcot. Mert akkor ide, ide kirakjuk a, a cuccokat, a raktárba nyitunk neki egy salgópolcot, és oda is kirakjuk, és akkor megvan. Meg még lehet, hogy jött valami a frigóba is, csak azt most még nem láttam, mert arra nem szűrtem rá. repülő, mi az ülőire nyílunk. Fú, az is izgi lehet. Inkább repülőgép legyen, mint hogy valaki állandóan okád és köpködnek meg ordibál az ablakod alatt. Ú, te olyan helyen vagy? Még mindig nem végeztél a kipakolással, haver? Mondjuk így már megérik a pénzüket. Hát jól gondolom, úgyis folyamatosan fog pakolni, tehát zárjuk, zárjuk le a napot. Peanut butter and joghurt. Addig nem nyitok ki. Várjál, várjál, mert azokat árazni kell. Ezt először kattintsuk le. Emellé kell akkor egy polc. és akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt van egy peanut butter vagy mi az? A cookie ez a második ilyen már volt nálam, ez mehet polcra nice oké, okay, azt árazni kell 420! pont 4 20 ba kerül. Aha. Ilyenem még nem volt. Ez jöhet oda. Ilyen se volt még a polcon. Ez mehet bentre. Véletlen lenne, hogy pont a süti 4-20? Hát nem tudom. Ilyen már van bent. ilyen nincs. Ilyen van. Hú de jól néz ki. Tök menő termékek. Víz. A víz szól van. Itt van. Jó, trend van. Na, tehát az az öt új terméken megvan, amit még meg kell nézni, hogy mi újdonság jött a fridge-be. Uh -huh. Joghurt. Egyetlen egy, egyetlen egy plusz cucc jött, az pedig a joghurt. Igen, azt úgy tudnám megoldani, hogyha azt az egy vizet azt, ö, azt eliminálnám. Van-e esetleg olyan vizes... Az a baj, hogy ez is tele van. Jó, akkor, akkor az a joghurt egyelőre még ott marad. Na nézzük, termék árak. Tudod mit? Csináljuk most így. Mivel nem én kasszázok... Ú, az mondjuk egy kicsit sok lenne. Jó drága, süti! Na jó, de kinek van, kinek van, arra ideje, hogy ezt így végigállítgassa? Csak az a gondom, hogyha én most szerintem mindent market price-ra állítok, akkor nem lesz senkinek se drága, ergo konkrétan el fog fogyni mindenem. Opa. Mi van, hogyha De ha csak egyet vennének belőle. Ja, köszi. De érted, hogyha egyet megvesznek... Köszi, köszi. <coughs> Most írják a csetten is, hogy valaki most ért haza a boltból, és teljes éhezők viadala van. Az igen. Komoly. Hát van, ahol, van, ahol többen vannak, gondolom. Ennyi, hát most, hogyha érted, olyannal kell törölni a seggét, akkor olyannal kell törölni. Mi kiegel Az tök jó. Szerintem délután klímázva kell, mert 20 fok van most már jelenleg Én úgy voltam fúrulva. Érzem, én is kinyitottam az ablakot, mert kurva meleg van itt a szobában. Hát azért fájt a fejem tegnap. Jobban Na jó, Most van bent nálam, köszönöm. Uh -huh. Ja, én most végigállítgatom itt az árakat, de nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy ezzel most én így például jól járok-e. amúgy szerintem, szerintem nem volt baj, hogy minden drágább volt egy kicsit, nem? Na, konkrétan az összes terméken végigmentünk és centesztünk. Úgyhogy mehet. és minden be van rendelve, amit be lehetett rendelni, 142 dollárral indítjuk a napot, és most kíváncsi vagyok egy olyanra, hogy most nem rendelek napközben semmit. De a hűtőbe jött új termék, csak nincs helyem a hűtőbe. Mm. Az a doboz az új termék. Csak valahogy... Csak valahogy a, az, egyik, az egyik vízhelyére az kéne. életkedvet lehet -e venni az üzletbe, mert akkor megyek, megveszem mindent. Bazsi, hát mi a baj? Hát a raktárban szerintem van, van mindenből, de most úgy vagyok vele, hogy igazából akár le is rabolhatják a raktárat. Nézzük meg, hogy ma, ma milyen forgalmat tudunk generálni. Első, első körbe. Tudjátok, végül is van két ember, aki dolgozik, akár, akár az is lehet. A storage majd 1200 lesz, ez 20-as szinten jön be. A boltot tudom 750-ért növelni, És ugye a következő licensz az bleach cleaner dishwasher tablet hand soap shampoo toilet paper. Hoppáré! A tisztítószerek is meg fognak érkezni a következőnél. Hm? Hm-hm. Uh -huh. Pillanat. Ez a stream ma ilyen lesz, srácok, hogy lehet, hogy néha föl kell állnom. azt kellene, hogy leborotváljuk a seggét teljesen, és akkor nem lenne olyan szaros a szőre mindig, amikor összefossa magát. Az izgalom szó szerint a tetőfokára hág. Ja. Gyereked, nem baj, van macskád. Abból lehet, hogy egy kevés is lesz. Kettőt vettem. Akkor jó, az már elég. Sosem zavar, ha felsz. Engem igen, mert nincs róla kell. Nem, az baj, szerencsétlen macska. Most én nem tudom, hogy miért... Miért szarja szerencsétlen mindig össze a saját szőrét, meg a seggét. Ha mindegy. Lassan inkább egy dugót fogok bedugni a seggébe. Kell egy külön polc, hogy ne az élelmiszer mellett? Aha, erre biztos, hogy ennél a boltnál figyelni fogunk. Én, én konkrétan a domestoszt szeretném a sajt mellett tartani. Az a baj, hogy így, hogy pakolja a more a vizet, már jár. Azzal egy kicsit meg tudom öcsplik. Aha. Szóval, ha kiveszem onnan a vizet, akkor ugye ő nem tudja pakolni, ergo elő tud fordulni az, hogy kiürül a víz, és akkor én be tudom passzentolni a helyére a joghurtot. Mert a másikakat azokat töltse föl egész nyugodtan. Amúgy, Nekem nem boltot kellene ö, üzemeltetni, hanem boltba járó zacskó boltot kéne nyitnom. Nem az üres polcokat nézik, hanem arra várnak, hogy sorba, sorba tudjanak állni. Mert őnek is már tele van a zacskója, csak azt várja, hogy mikor üresedik meg egy hely, és akkor már rögtön fordul ide. Hát tudod? Avid mellett kettővel zacskót árulok. Amúgy az lenne nagy biznisz. Megvenném a mellettem lévő helyet, és ott meg zacskót árulnék. De az, az lenne, az lenne a big business. Oh, és akkor most meg kell, kell. de az a baj, hogy ez ilyen, ez ilyen lottó baszki, tudod mit? Nem baszakszunk. Ahol látok üres helyet, oda rakok dobozt. Szerintem ez lesz, ez lesz a tökéletes megoldás. Nem kell tekkelni. ahol üres hely van, tömöm be, az cső. Józsi, alól kiszedjük a dolgokat. Így lesz egyébként ős káosz majd a raktárban, de Józsi megoldja. Tehát, hogy J Józsi olyan logisztikai képességekkel bír, hogy megbolondulsz. Minek kellene világítás a raktárban? Még jobban, jobban látod így a káoszt, vagy mi? Nem elég az az egy lámpa? Jó, a vizet azt nem rakjuk vissza az első 10-ig vagyunk meg. 3, 6, 9, 10. Pont 20. Pont 20 terméke van. Jó, a második tízeset nem tudom megrendelni, mert már így is túlóráznak az emberek. Halad? Tehát ez az, amikor a 24 órás... A 24 órás műszakból 36 órás lesz. Mert nézd meg! Tehát, hogy azt még neked mind ki kell szolgálnod, haver, addig nincsen napzárta. és még jönnek be! Csak az a baj, hogyha szerintem én ezt, a, ezt átkattintom Close-ra, akkor lehet, hogy kijön onnan mindenki, nem? Na, Mariel, most már meg tudom csinálni szerintem azt, hogy a vizes... A vizessel... Hát még nem teljesen tudom megcsinálni. Merre, a másik az... az teljes doboz? Ó, nem, abba van a hely. Na, 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 ne befele! Fele. Úgy, nagyon jó. Akkor megjelenhet a joghurt. És akkor viszont... Ö, akkor viszont ide rakjuk neki ezt. Jogobella! Jogobella! Oszta a rohadt életben mennyi joghurt. Na jó, a joghurt az fasza. amíg fizetnek, és van terméked, addig nincs gond. Valamit fizetnek? Valamit fizetnek? Hát teli zacskóval állnak ott. Árazzam be a jó kurtott teljesen igazad van. 2,21. Na, viszont arra figyeljünk, srácok, hogy most jelenleg minden termékem market price-on fut. Tehát amikor lezárom majd a napot, és elindítom az újat, akkor nagyon kell figyelni arra, hogy itt mi poppol föl, mert magamat egy kicsit lejjebb rakom. Tehát, hogy mi fog fölpoppolni fölöttem, mert azokat a termékeket újra kell áraznunk. Mert lesz olyan, aminek föl, meg lesz olyan, aminek lefele megy az ára. Úgyhogy muszáj lesz. Egy egész napot állt a joghurt hűtés nélkül, hát érdekes lesz a vevők visszajelzése. Ö, szerintem úgy kellene csinálni, hogy a hűtőszekrényes termékeim mellé kellene tenni egy salgópolcot, ahol töménytelen mennyiségű széntablettát árulok. Széntablettát, WC papírt és WC pucoló... Érted? Tehát úgy kellene összerakni, hogy megveszed és fosol, aztán bejössz, mivel fostál kell nagyon sok WC-papír, és a WC-t takarítani, mert gondolom, még a csempét is lefostad, és alá a széntabletta. És akkor ezt így lehetne egy ilyen uh, Survivor packageként árulni. És hogyha előre veszed meg a dolgot, akkor nincs gond. Tehát akkor lehet, hogy egy ilyen akciózni kellene az, hogy egy joghurt mellé jár egy WC-papírguriga, egy csempetisztító, és egy széntabletta, és, és ezt a csomagot veheted meg kedvezményesen. Nedves törlőkendőm még nincs, de gumikesztyűt lehet. Ez ez igen, ez a joghurt bundle. Oké. Okay. Hmm. Ha be akarok rakni még egy kasszát, már pedig rakjunk be még egy kasszát. Az 500 dollár viszont azt akkor úgy kellene behelyezni, hogy ugye í így állnak sorba. Vajon beleszól az, hogyha én lerakom oda mellé, és, egymásba állnak az emberek? Na, a kerpek így igen. Azt a zárt ajtót nem lehet kinyitni, csak akkor, hogyha feljebb fejlesztem a raktárat, gondolom, és a raktár hátra nyúlik oda, mert akkor, a rak, mert akkor innen is be lehet menni a boltba. Én, én nekem az a tippem. Most azon gondolkodok, hogy én lehet, hogy megvárnám, amíg föltölti az árut, nem? Vagy azt így on the go? és ez gyorsabb, rövidebb utat kell megtennie. Jó, jó, jó. De nézzük, nagyon szépen pakol. Azt reggel is megvárhatod. Mondjuk ez is igaz, ameddig én árazok. Na nézzük. Csak a pan, panzati pasztának ment le az ára, tehát az 3,06-ra csökkent. Az összes többi maradt. Jó, az összes, az összes többi maradt. Na jó, ezt a rendelést, ha leadom, ez 282, és ezzel hoztam be az összes olyan dolgot, ami polcra megy. És akkor mindenből van egy, egy pluszom. Mi történik akkor, hogyha Józsinak mondjuk tönkreteszem a, a rendszerét, és egy olyan helyre, ahonnan ő vette el a dobozt, én oda rakok egy másikat. Ő keres vajon neki új helyet? Van annyira intelligens Józsi. Nézzük meg. Szerintem amúgy Igen. Csak akkor keres, a fel van címkézve. Aha. Jó, figyelj, ezt én még berendelem, és akkor minden cuccból van elméletileg raktáron, és ki is pakolva. Hűtőbe is, mondjuk most lehet, hogy lesz, lesz gond, hogyha van, van termék, termékek között átfedés, akkor, akkor cseszhetem, mert akkor nem lesz elég helyem itt a, a, a raktárba. Igen. Hát, itt gond lesz. Nem felrakta. Jó, narancs, narancs juices? nem, az a baj, hogy így nyilván nem működik. Tehát, hogyha nem figyelem, hogy mi hol van, akkor, euh, akkor az úgy nem jó. Tehát akkor viszont nem férek el. De most például nem tudom, hogy láttok-e valahol ilyen izé, narancs szódát. én már, én már ezt így annyira nem látom át. Nem, nem tudom, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de... Az ott például nem az. Tej. Még a tejet is hűtés nélkül tároljuk így... Valamit pakol, valamit folyton pakol. A zöld olajat egybe lehet rakni. Na király vagy. Aha, ott van két zöld olaj. És láttál még valahol zöld olajat? Ja nem, azt látta. Ja ezt. Aha. Szuper vagy. Na, azt már viszi is. Ezt is egybe lehet rakni. Király. Jó. Oké, okay, nyithatunk. Harmadiknál van alul felül. Víz. Aha, látom. Egyelőre az tele van, úgyhogy akkor a vízzel, vízzel jók vagyunk. Mi nem tudom lerakni a földre? se tudom dobni. Jó, az meg inkább felrakom a polcra. Ha az néha előfordul. Jó, figyeljetek, elméletileg akkor minden, minden van most véve. És van 650-em. 650-em. Arra kéne rájönni, hogy az a kassa, ami itt van, az melyik verzió. Várjál, ennek a kassának, a benne állsz, akkor a jobb oldalán van a futószalag. A benne állsz, jobb oldalát a futószalag, tehát ilyen van ott. De akkor szerintem egy, egy ilyen inverzes kellene. és ezt meg berakjuk ide így mellé, és akkor egybeállnak az emberek, nem? Vagy rakjuk így... És ezt hogy rakjam le? Kintre az utcára, basszeg. Olyan, Hogy kellene, hogy kellene jól összerakni? Mármint, hogy kényelmes is legyen. Vagy szarjunk a kényelemre. Mert, hogy állnak? Most erre kíváncsi vagyok. Ja, hogy nem is érdekli őket, hogy én itt vagyok? Amúgy pont fordítva kéne, ennek kéne ott lennie. Hú, jött valaki hozzám! Jaj, ne, ilyen hülye árakat adtam meg! Ó! Csak a hatodik áll be? Aha. Tehát az első öt mindenféleképpen ő hozzám megy, és a hatodik ember jön hozzám. Hú de jó, hogy csak kártyával fizettek, bazánk! Amúgy, figyelj, a polcok egész jól állnak. Goodnight fight. Jó, hát az nincsen kiraka, igen. Uh, ja, tehát ennek valahogy úgy kellene szerintem kinéznie. Ó, oh, Istenem, itt az első hülye. 1, 50, 75, 85, 95. Nálam készpénzzel ne lehessen fizetni. TRTK, köszönöm szépen a 35. hónapot. Erre a kasszára kéne kirakni a card only igen. Beraktok egy fordított pénztárat is? Nem, az van. Úristen, vissza kell adni 7683 83 at Vonjunk B vonjunk le, vonj így. Wow, mennyi mindent vett. Azt a mindenit. Ez már döfi. Minden a főni csinál egy mínuszost, igen. Csoda, hogy nem győzi az áru feltöltés. Hát mondjuk az áru feltöltést, azt én is úgy látom, hogy nem győzi, de teljesen fölösleges egyébként őt basztatni, mert én se tudnám egyébként egybe csinálni az egészet. Tehát, hogy muszáj muszáj az, hogy ő, ő tölti kézzel föl. Nyilván nekem még jelenleg mindig azt kellene csinálni, hogy árut rendelek, és berakom neki legalább a raktárba. De nagyjából úgy gondolom, hogy szerintem az lesz a jó megoldás, hogy Jelenleg napközben nem rendelünk, hanem a napot kell úgy indítani, Úristen, mi van, nincs hol, nap, haver! Azt a mindenit! Óriási. Tehát, hogy azt se tudom, azt se tudom csinálni, hogy kasszázok, rendelek, megbepakolok, hanem szerintem úgy fogjuk zárni a napokat, hogy megrendelek, tehát hogy a, a bevételből kifizetem a, az adósságokat, illetve berendelem az árukészletet, feltölti kézi ő a, a polcokat, és akkor úgy indítjuk el a napot. Nézzük, 50,88. Hatalmas vásárlásokban vannak itt az emberek. És ezzel lehúzhatom a szerencsétlen. Amúgy lehet, hogy rá kéne verni egyszer az egyikre egy ezrest. Próbáljuk ki. Szerintem az nagyon sok SP- mínusz lesz, de én bevállalom. Jaj, more véletlenül egy nullát ütöttem be. Nézzük például meg ezt. 7,64. Hát mi van, hogyha 764-et írok be? Incorrect paymentem, aha, azt nem lehet, de mondjuk 76,4, azt egyáltalán nem engedi. Aha. Nem okézza le. Igen, pont ezt akartam, hogy véletlenül elfelejtem a pontot. Oké, okay. mennyire gondoljátok azt, hogy érdemes lenne átrendeződni, és valahogy, valahogy máshogy rakni a A kasszákat. Mert olyat egyébként tudok csinálni, hogy az elvel ezt klózolom, és egy darabig nincsen nyitva. Please use next lane. És akkor csak Józsihoz mennek. Cseréljen meg a kasszákat, egy másik irányba nőjenek az emberek. De annak mi értelme van? Innen erre fele mennek az emberek, innen arra fele. Hogyha azt berakom a sarokba, akkor a falba mennek be az emberek, nem? 90 fokkal elforgatnád a kasszákat. Na annak van értelme! Na annak van! Így. És akkor erre fele állnak az emberek. Mondjuk így egy kicsit fura? Pont fordítva kellene lenniük, nem? Szegény Józsi, az meg így nem tud semmit csinálni, csak a falat nézi majd. Így. Szerintem ez így jó lehet. Mondjuk engem rohadtul fog triggerelni, hogy én állok háttal. Te Józsi, nem akarod helyet cserélni? Vigyed már azt a kasszát! Ne is nézel, hogy így is csiga. Oké. Okay. Na, zárjuk a napot, és akkor jöhet a rendelés, meg megnézzük, hogy mit kell átárazni. Oké. Okay. Bonpapa kék, csokapik és a susú. Most sem tudom, hogy az melyik. Bonpapa kék, az melyik? Ez, Papa 2,52. Igen. Susú, arra emlékszem. Susú. 6,30. Bonpapa kék, susú és a csokapik. 6.84. Szuper. Jósi mondja no. Jó. És akkor most nyomunk egy megint egy mindenből rendelős dolgot. Jó, az biztos, hogy olyan zöld olajból egy darabot nem rendelek. Nem, nem, nem látom. Hogy lenne jó ezt csinálni, skacok? Mert az se jó, hogy ugye három van egy sorba a rendelésnél, már mint a gépbe. Igen, az kellene, hogy a, a, sorban lévő tételek stimmeljenek. Tehát azt mondom, hogy shelf, és akkor így vannak. Egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mert itt egyelőre így vagyunk, és akkor így lehetne számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát, hogy így. A boltban most már nem nagyon kell vele foglalkoznom. Tehát a boltban csak annyit kellett, hogy legyenek a helyükön. Oké, okay, hogy ott sorrendben vannak. Igen. Nekem a bolttal innentől kezdve szerintem sose kellene foglalkoznom, csak és kizárólag az, hogy a rak... én nekem a raktárat kell rendben tartanom. Jaj, akkor csináljuk úgy. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Ez megy az első salgópolcra. És vajon milyen, mi a sorrend? Jó, a csokapik volt az első, az megy akkor oda föntre, ugye? De csokapik, kenyér, liszt. Az anyádat, Józsi! Csokapik, kenyér, liszt. Csokapik, kenyér, liszt. Azt mondja, sárga olaj, paszta, susu. Sárga olaj, egy, kettő, há Mi? Egy, kettő, három, né. Az úgy stimmelt is, sárga olaj, az oké, okay, az jó helyen volt. Aztán ide jön a paszta. Most mit viszel el? Várja, ezt a csokapikot, ezt felrakhatom oda. Egyszer kell fölcímkézni, és utána jók leszünk. Boldban nem kéne duplázni az árukat? Á, hát, ebben nem vagyok biztos, hogy kéne. mert az, az biztos, hogy eznek a csokapiknak ott nincs helye. Hát, csokapik, kenyér, liszt, olaj, piros tetejű cucc. Aztán kell a susú kávé, susú Susu, kávé tea. Ez a susú. Az megy akkor ide, nem? Ö, ide. Van itt teám, tehát a te az itt jó, azt leszedjük. Itt van egy susú, joghurt, az kóla. Ha azokat így se tudom lenullázni. Jó, semmi más nem zavar be az itteni polcok közül, mert sehol nincsen szinte semmi. Ezeket így le címkézem, igen, az se kell. Jó, akkor most, amit rendelni kell, vagy nem kell rendelni, csak berakni a helyére, az a kávé. Az már indul is, figyeljed? Az nem baj, ha elviszi a cuccokat, de legalább látom, hogy minek hol kell lennie. Tehát az első polccal, tehát az első nyolccal megvagyok. 3, 6, 8. Aztán jön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a nyolcadik lesz a K. Igen, itt, kell helyet, itt kellett helyet csinálni most. És kéne a sorrend. Nekem ezzel az egésszel az a bajom, hogy... Várjál mondjuk, hogyha így ezt nyitva hagyom, akkor látom, hogy honnan indulunk. Tehát floor, olive oil. Tehát a floor megy oda, ide jön az olive oil. Az ez, az ez. Flór, Oliver, pasta. Hol a Nutella? Fuck, az egész Nutellával indul. Azt, hogy most mind kirakta? Na, bazd meg a nyád, akkor várja, olyat rendelnem kell még egyet. Hú, ennek nem kellene ilyen bonyolultnak lennie, nem? Tehát Nutellával indulunk, aztán jött ez, aztán az olive oil. Igen, mert itt volt a Nutella olive oil, aztán utána kell a spagetti és a rizs. Spagetti. Jó, a spagetti megy az olaj után, spagetti oda. Aztán jön a spagetti után a rizs oda. Oké. Okay. Só, tej és a süti. Ezt megismerem, ez a só. A tej és a süti. Király. Oké, okay, akkor most ebből az oilból van egy pár. Nagyon szuper, ezt innen leszedjük. Ez a só. Azt is leszedjük. Vizet még nem rendeltem. Meg ilyen sütiket se, ugye? De ilyet igen. Yes. Ez már ilyen pillecukor, meg ilyen mindenféle hülyeség. Aha, ez a, ez a letehetetlen cucc. Tehát e, ez a víz, ez a víz, ez letehetetlen, eldobhatatlan, és ezzel nem tudok semmit kezdeni. Na ez mi? Ez, na és ezzel mit csinálok? Az jó év az meg, ahhoz nem nyúlsz. Ezt meg le tudom tenni, na mindegy. Oké, okay, meg vagyunk kettővel, és meddig jutottunk? Idáig, ugye? Tehát akkor maradt még egy olyan, hogy kék, candy, szereál, soklit bár. Ebből mindegyikből kettőt rendeltem, és akkor ez egy üres polc. Értem, hogy így gyorsabbak leszünk. Király. Tehát. Kék Candy Cereal Chocolate Bar. Azt mondja, jöhet a kék. Kék. Egy. Kék Candy Az ez volt Józsi nem izgul rá ezekre a termékekre? Szereál. De hogy nem arra beindult Na tudtam én, hogy a szereáltól Attól én is beindulok Oké, okay, ez megvan tehát akkor az összes, az összes selfes dolog az kész, és ugye a fridgesek jönnek most. Na nézzük, ez joghurt, ez olyan pillecuki, az megy oda. Ez micsoda? Ne várjál, ez hol van? Az van ott fönt. Józsi Bélára izgult rá a kasszába? Nem hiszem. Az a gond, hogy én most ezzel úgy vagyok, hogy azokat a termékeket, amik egyébként frigycsbe mennek, az ugye 3, 6, 10, az két polc. Tehát, hogy én nem vegyíteném a sima polcos dolgokat a hűtős polcos dolgokkal. És az a baj, hogy a hűtőshöz is kettő kéne. Annyi helyen viszont már nincsen. Hogy hát van csak kis, kis logisztika. Valahogy, valahogy így, én, én valahogy így gondolnám, hogy azok a cuccok, ahogy ezt visszahozhatjuk a boltba, be a sarokba, hogy azok a cuccok, amik hűtősek, azok szerintem külön legyenek, nem? Igen, raktárhelyet egyébként kell majd még venni, de most, most jelenleg nem állunk annyira rosszul. Ezt a polcot töltsük fel szépen. Még van 492, úgyhogy jók vagyunk. Külön, de az is ugyanilyen sorban. Hát igen, az, az, úgy gondolom, hogy az is, az is úgy lenne a jó. Azt mondom neki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, és figyeld! Figyeld, figyeld! A fotografikus memóriámat használván lefotózom így a kínálatot. Nagyon jó, megnyitom, és akkor nem kell, nem kell visszajönni. Vizet ne rendeljek, jó. Na, az biztos, hogy bal fölülre megy a víz. Jaj, ne ez a letehetetlen bazd meg. Így van. A víz után emlékszem, hogy a sajt jött. A sajt után a toás. Ja, most lehet, hogy jó, jól van sorrendben. A tojás után... a tej! Igen, igen. A tej után jött a narancs, aztán... eh, jó. Akkor szerintem ez így jó lesz most, ahogy... Eh, ahogy leestek. Igen, mert utána jött a soda Ami ugyanaz, mint ez. A szkofola-kóla, ugye? Nem, az, za, az abszóda. Az abszóda jön oda. Az abszóda után jön az lé, Így, és ott volt fönt egy alma levem. Orange soda, soda, apple juice. Aztán egy másik kóla és a joghurt. Tehát aztán van ott a kola, és ott a joghurt. És így vagyunk jók. Turkó. Turkóla. Szedjük össze az utca közepéről azt a joghurt. Opa. Na, most tökéletes a raktár. Kinyithatunk. Azaz, I have a pen. I have an apple. Apple pen. Nem, egy napig se fogja bírni, egyébként. Annak a víznek kellene elfogyni, az a víz az engem nagyon triggerál Van egy bugos vízem Anyának csöngesse. Ja. Check out is closed. Ha-haj -ha. Mi?

Van, nem, szabad, nem szabad bezárni, mert akkor utána sose nyitott ki. A doboz a bejáratnál egy frigider, de abban még nincs termékem. Az egy ilyen freezer. az meg. Ott van Józsi, most miért engem basztatsz? Nem az volt a mondás, hogy ezek akkor jönnek, hogyha Józsi tele van? Úgy látom, na, Ennyi? Ó, Isten, remélem 90 millió pénzt kell visszaadnom neked, nem, hál' Istennek, nem. Na, várjál, a fotografikus memóriámnak most már nincsen szüksége erre a képre. Az igen, barátom! 103! Wow! Új rekord! Miért nem numpaddal ütöd a számokat? Kilencvenhét egész negyven. Nice. Én csóró vagyok, nincsen numpadom, azt lespórolták. Túl olcsó vagyok. Ez egészen biztos, hogy az az érve, hogy túl olcsó vagyok. Hát abban a pillanatban Petyka, Egészen más fordulatot venne a játék. Mindjárt üres a bor. Amúgy az a túfa, hogy igen. Anyám. de miért készpénzzel kell baszódni? De amúgy nézd meg, szép, amúgy tölti kézi föl. Józsi is csinál valamit? Amúgy szerintem nem. Én ezt most bezárom, bazd meg. Mert szerintem Józsi nem csinált az ég a világon semmit. Mennyibe fájnak kimaxolni a raktárakat? Ö, hát ez sok. Itt nagyon sok, nagyon sok pénzek vannak, amikor, ö, amikor olyan management részt nézel, hogy growth. Nézd meg, tehát a boltnak a mérete 750, aztán 1300, 2006, 4004, a vége szerintem az 1 millió 600 ezer, de nem is látom, annyi nulla van ott. A storage-nál pedig ö, a storage-nál annyira nem vészes. Tehát, hogy ott 1000, 1200 lenne a következő storage. Te is kasszáznál úgy, hogy hozzád nem jön senki, mi? Hát, ja. Itt amúgy egyébként egész, egész jók vagyunk. A rendelés szerintem egyébként úgy fogom csinálni, hogy naponta, naponta egyszer, mindenből rendelek egy, egy pakkot. Én csak az a baj, hogy így, így, így elbaszódik. De mindegy, egyébként így már, így már egyébként csak megtalálom őket. Éj, így, így, amúgy szerintem lehet fejlődni. Ez hogy kerül? Na, ah, ezt mondom, hogy amikor túl sokat rendelek, és így össze-vissza össze esik szét. Ez a susú? Mi van, van, az meg a susú tele van? Aha, és hetven teám van. A Nutella volt bal fölül. Jó, tehát 3, 6, 9, 10. Jó, és a vizet visszavesszük. A mondja, hogy hol a bottled water? Mi most én, Csoklit, szereál, candy, kék, kék, milk, salt. Ja, a bottled water az nem is itt van. Az hűtős. Ja, ja, ja. Jó, ez lesz majd a kövi rendelés. Majd, hogyha ezek, ezek eltűntek innen. Egy zéró kólát cool szeretné kérni? Keresd ki! <laughs> Amúgy most például nem is nagyon kellett volna beállnom, mert egész, egész jól bírta. Mit sorsolunk ma? Mancikám! Figyelj! A boltból már kiűztük ki a hülyéket. Túl régóta vagy itt ahhoz, hogy ne olvasd el a tetején lévő dolgot. Nincs ott a PIN message, de... De, ott van. Nálam ott van. Rögzítettem, Ucsi? Lehet, hogy nálad nem jelenik meg ilyen... mert nyomni kell ilyenkor egy... Uh, ...mobilon? Mobilon hogy látszódik az, srácok? Na, mobilon is kell, hogy látszódjon, csak lehet, hogy ott szarakszik néha. Most jelenleg sehogy. Ó, oh, oké. Okay. Flour, coffee dark és apple juice. Uh, flour 3,56. Apple juice 264. Én a és már elfelejtettem, mi volt a harmadik. Flour, apple juice. Uh, mi volt a harmadik? Kávé! Kösz! 11,67 Nagyon jó! Hát akkor nyithatunk is ki. Csoki?

Ha bezárt kasszával nyitok ki, akkor bebagol. És nem mutatja, hogy be van zárva, de be van zárva, és nem tudok odaállni hozzá. Valamiért. Bolyoló, nagyon szépen köszi a rédet. Sziasztok, srácok, üdv, Jó, erre figyelni kell, hogy akkor vagy az van, hogy mindig föl kell venni. Márja fölötte, akkor ide jön. Tej és só. <laughs> Ez jó. Szia, Vidén, csak azért jöttem ide bolyolóval, hogy elmondhassam az indokot, amiért ma téged rédelt. Na, éhes vagyok, úgyhogy most megyünk a <laughs> Mert nálam van minden. Ennyi. Bolyoló tudja, hogy hogy kell választani. Köszi szépen, bolyoló. Szóval megvan minden a polcról, akkor jöhetnek a fridgesek. Vízből nem rendelünk, Minden másból jöhet egy. Tehát toás. Toással kezdünk fönt, ugye? Nem, hát nem teljesen, mert a vízzel is, -e nem tudom mivel. Sajtal. Aztán jön a tej. Orange juice. Az ez. Aztán a cola Hú itt mondjuk lehet hogy lesz egy kis összeütközés Tőt, egészen biztos, mert, mert ezt például le tudom tenni Igen a kóla az annyira nem fogy Itt lehet hogy ilyen extrán egészségesen élnek az emberek És kólát, kólát nem isznak De bezeg a biojuice azt viszik mint a cukrot A tojás az elment innen, a hol van? Á, ah, ott van Hát, és a turkó, turkólából is tele vagyunk. Jó, van egy kis extrám. rajnunk annyiba. Joghurt. Új, joghurtból is 104 van. Még szerencsé, hogy ez a hely egyébként megfelelően légkondicionált és hűtött. Tehát nem probléma, hogyha egy ilyen 3-4 hetet ott van. Jó, pillecukrot meg szereált hozzunk, mert az elfogyott. Pillecukor. Mi azt mondta, hogy neki az drága? Te ez hogy lehet? Nem mondod, hogy pont ugyanazt hoztad, te nagyon hülye? Jó, akkor én hozok uh, flót. Nem hozok, mert nincsen. Akkor rendeljünk, rendeljünk egy három doboz flórt. Flórtam itt. Shelf. Egyet be, egyet kipakolok Kettőből raktárba Kellene ilyen piros paszta is? Aha Most kellene megnyitnom a kasszát, mert most már nincsen, nincsen elég hely. Úgyhogy beállok én is kasszázni. Jöhettek. Only cash, vagy only kártya. 51,79 kérlek szépen, köszi. De miért hozzám jöttök többen? Én vagyok közelebb hozzájuk. Nekem ez nem tetszik. Ez tetszik? Couldn't find. Jó, az nem baj, hogy ne valamit nem talál. Azzal szerintem csak annyi volt a gondja, hogy nincsen kint a polcon, de semmi nem lehet drága. Amúgy lerabolják rendben. Hallod, majdnem 2000 dolláron van víz nincs, mert három van raktáron. Igen, csak a víz, az szerintem ez az, ami bugol, ki. Volt egy, volt egy doboz, tudod, ami eldobhatatlan, lerakhatatlan és minden, és szerintem az bebugoltatja. Úristen, 54-31-et kell visszaadnom neki. Jó, megpróbáltam megtartani a... Jézusom! Azt már szeretem, amikor 80,23-at tudsz odaadni nekem szépen. 82,29 Ma este 90, úgyhogy most már nem lesz több övünk. Nem tudta elvinni a vizet. Hát, de lesz még túl. Nem találtál turkólát? Hát abban annyi van, mint a rohadás. Hát, csak szerintem az emberünk nem tudja, nem, nem, nem bírja. Tehát olyan mennyiségű cuccot visznek jelenleg el, hogy nem, nem bír lépést tartani a feltöltéssel. 2300 pénz. vagy azt nem szabad elrontani, hogy hova, hova milyen cuccot pakolunk. A legkeményebb az lenne, ha minden terméknek egy egész saját szekrénye lenne. Na, szépen zártuk a mai napot! 2300 pénzzel. Viccelsz? Az nagyon jó. Vegyünk licenszt. De azzal csak több... De azzal csak több cuccom lesz. Bleach, Cleaner, és ráadásul most bejön egy új termék, Én először, én először növekednék. Én először megvenném 750 ér a bolt növelést. Azt vettem meg 750 ér? Mhm. Mm Tök jó. Jó, hát figyelj, ha így, így, így vagyunk, akkor így vagyunk. Egyelőre ez most úgy is üres. És pont nem fog beférni oda. Amúgy akkor akár el is csomagolhatnám. A Jedi Mester az áru feltöltőd. <laughs> Adjunk nekik lehetőséget, hogy lássák, hogy mit vesznek. Köszönöm. nem? akkor kihívlak. Na? A Ja. Ja, mert nem. Hogy, hogy, hajoltál oda, hogy megkapott? Nem hajoltam oda, néztem a, a fenekét, takarítottam és hátra kapott. Ah, igen. Ha már elege van, gondolom, abból, hogy basztatjuk szegénynek a seggét. Én elhiszem, akkor ne szarja össze magát. Hát persze, nyilván. Ja. Jó. Ja, a zsanit pofán vágta a macska, azt megkarmolta. Mm, kellene még... kellene még... Euh, lámpa. Na, 1633-on zártuk. Oké, okay, a boltot növeltük. És igazából... Végül is, hogyha veszek liszenzt, akkor kirakhatjuk ide a tisztítószereket. Most ez egy tisztítószeres rendelés lenne. Bocsánat. Hm? Nem kérek, most köszönöm. A sonkához nem, 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 nem. Ez bőven elég, amit ide hoztál. Hát jó, csak tornával szokták a sonkát. Na, akkor jó. Szóval, mint a tisztítószereknél szerintem ha az egy pluszban megjelenik, az mehet oda. Hűtőszekrény az, az most nem. És én amondó lennék, hogy legyen storage-unk. Az 1200. És megnyílt a raktár. Aha, Most nyitottuk ki a raktárnak azt a részét, hogy itt lehessen közlekedni. Aha, így viszonylag nehéz ott közlekedni. Várjatok! Kaptam, kaptam egy ilyen húsvéti, húsvéti reggeli tálat. Van, mert mindenféle sonka. De a fagyasztó az azért van ott, mert ideje korán vettem meg, és nincs bele még termékem. Köszönöm szépen. Hűs <laughs> volt tegnap a fogyó kura. No, várjál, 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 várjál. Mindjárt mutatom. Mindjárt mutatom, hogy mi van itt, ez te tiszta diétás, nézd. Itt most mondd azt, hogy ez nem tűnik diétásnak. Nézeg, sonka, körözött torma, sonka, sajt, sajt, paradicsom, paprika. Tiszta diétás. Full diétás, nem? Én is úgy gondolom. Ez olyan a négyezer... Négyezer kalória. Mi? Nem? Ebbe szinte nincs is kalória, miről beszélsz? nem kb. egy hét alatt sem. Mi? De ebben nincs semmi! nem várjál meg, még egy mini pakol. Jó, a kólát, a kólát kellene. Hmm. Valahogy megoldani. Jó, susú. Hát a másik kulát is felejtsd el, az se fog kelleni senkinek. És itt van ez a furavíz. Jó. Na, most valahogy azt kellene elérnünk, hogy ne legyen lezárva az a sétáló. A kóla hiányzik volt a hűtőbe, igen? Pedig itt van. Mind a két kólából. Hmm. Sprite nincs. Meg ezek szerint olyan pasta. Na, azt kellene megcsinálnunk, hogy valahogy legyen hely. Tényleg oda befér ez? Ó, de jó befér. Jó, így, így elméletileg már tud közlekedni. Hátrafele is, ugye? Te is igaz, miket szoktál nassolni? Jó, de most muszáj sonkát tenni, nem? Úgy arra a falra kell majd pakolni. Na, most elméletileg működnie kellene mindennek, igaz lesznek hiánycikkek, semmit sem muszáj. <laughs> Kinek bokkecske volt a családjában. Az árakat beállítottuk, ugye? Uh -huh. Na már innen pakolt. Yeah. Annyi féle dolgot eszek most ezzel, ha ettől nem fosom össze magam, akkor semmitől. A csávó pakol csak akkor, amikor valami kiürül. Nem állítottuk be az árakat? A baj. Van olyan cucc, ami nincs raktáról jelenleg, igen. Csak úgy kisétált a boltból. Nek mi volt a baja? Nem volt pasta. Aha, azt nem rendeltem. Ez még megáll, azt így egy helybe. De az meg ilyen van. Azt nagyon kellene látni valamilyen módon, hogy uh, mi van raktáron és mi nincs. Tök fölöslegesen egyébként tényleg, tényleg szar rendelni. Jó, a zöld olajig rendeltem. Zöld olaj. Tea. Hát az a tea mennyiség, az sose fog elfogyni, figyeld meg. A Nutella volt bal fönt, azt megjegyeztem, az volt pont a váltás. Jön, nem zöld olajig rendeltem, azt mondtam. A frigót az utcán már megette a rozsda. Hát sajnos ez simán, simán előfordulhat. Most például miért nincsen olyan, olyan gigaforgalmunk? Tehát a tegnapi nap az egy ilyen halál, halál durva nap volt. Csomó bevétellel. Ma meg nem. Hó vége van és nincs pénz. Azt mondjuk lehet. Pedig szerintem egyébként a választékkal a módon nincsen probléma, hogy van minden félém. Jó, nem konkrétan minden, de hogy így, így, azért, így azért vannak cuccok. Tehát nem az van, hogy le van rabolva teljesen a bolt. A 37 só is van. Ez a paszta, ez ki van rakva, és nem viszik? ó volt teljesen kinak van. Ja, hogy ma fűzik meg a tegnapi vásárlást. Azt, azt mondjuk akkor úgy megértem. Hát, Pámkin, azt mondják, igen, Zsani is volt ma boltba, még többen a cseten, hogy teljes dzsihád van. Ja, hogy csak ott van fény. Családkozz, hogy kapcsolgatom a lámpát, ez nem lesz világosabb. Figyelj, azért itt még egy pár száz dollár be fog jönni, mire, mire lemegy a sor. 20-as mm. szinten tudok venni még egy kasszás embert. Bocsánat, nem venni, felvenni. Míg miért valaki félreérti. Józsinak nem kell látni a mitűt? Nem, nem. A fele úgyis zsebbe megy nála. Mm. Jobb oldalt fönt van a szintem. Azt ott, azt ott lehet látni. Mm. Szám, számszakilag nem tudom, hogy nem tudom, hogy mennyi XP vagy ilyesmi kell. 18-nak vagyok a felénél. Igen, és nem a bőrszíne miatt volt ez a nyelvbotlás púrmi, jó? Most kellene nekünk egy, Die egy dietetikus, hogy vajon tényleg hány kalória volt a tányéron az előbb? Mert lehet, hogy elfogyott. 6 700 Azért mondom, full diétás. Csak vegyétek bele, hogy simán lehet, hogy én legközelebb mondjuk ilyen este 10-kor fogok enni. Tehát azért nem nem két óránként fogyasztok el ö, ennyi kaját, hanem lehet, hogy ez volt a napi adagom. Júza, gratulálok! Á, de érdekel, hogy hány kiló vagyok. Az nem érdekel, hogy hány kiló vagyok, az érdekel, hogy eltűnt, eltűnt a kockás hasa. Az az egy része érdekel. A többi az nem. Kólát azt nem is viszik? A, nem is nagyon gyér. Na, bepakolok azért, hogy ne vigyék el az utcáról. Bár hogyha a részcsöveket nem lopták ki még abból, akkor... akkor nem lesz gond. Nem tűnt el, csak védi egy réteg, igen. Volt olyan? Ó, persze. Szerinted az már csak egy dobozat, hogy meg fogok lepődni, amikor kicsomagolom, mi? A közért király Avid jól lakott, visszatért a boltba, lesz ott forgalom. Így van. Most visszatértem teli hassal, majd mindjárt beüt egyébként a kajakóma, és akkor lehet, hogy a stream hátra levő részében én... így Özgümen mi... És akkor szóljatok majd amikor így egy ilyen nyács, nyálcsóval így elindul lefele az, az, az akkor érdekes lehet. Na. Oké. Okay. Mi, mi, van, mi van most? Van szabad polcom. Van szabad polcom itt bent, de raktárba, raktárba nem lenne helye a tisztítószereknek, tehát ahhoz kellene még egy, még egy póc. 1300 a következő szekció növelés, és a storage-ba pedig 1881. Aha. Oké. Okay. Én azt mondanám, hogy először szerezzünk egy plusz rekket abba a Ezért be, ezt addig kinyitjuk. Tehát kell egy, kell egy tisztító, tisztítószeres, És, hogyha, és, akkor most tudnám megvenni a licenszt hozzá 750 ér majd utána kellene még egy... A bicaj ki odakint? Azt nem tudjuk. Annyira kellene basszus itt egy... Egy szűrő, hogy lássam, hogy lássam, hogy mennyi van belőle nálam. Jelenleg így kurva nehéz rendelni. Például kenyérből kellene kettő, meg lisztből kellene kettő. Olajból mondjuk egy. Pasztából van kettő, susúból van, kávéból nincs. Azt hiszem, hogy megúszom. Már mehetsz is Józsi, mert tudom, hogy kávé nincs kint a polcon, úgyhogy pakolássz egy hát serényen. A liszt sincsen Most fog elvinni a kenyeret is. Hát teából nagyon sokáig jók, jók leszünk. A piros tetejű cucc, paszta és olyan zöld is kellene. Igen, a spagetti volt ott. Itt mi hiányzik? Rizs, rizs és tej például. Á, esélytelen voltam. Tehát azért, azért még szaladni se lett volna értelme. Valószínűleg ezt kellene csinálni, hogy én itt folyamatosan nézem, hogy mi van, mi van, vagy mi nincs a raktárba, és akkor én azt, azt tölti kézem így föl. És most az, hogy ő bírja a pakolást bent, az igazából mindegy. Tehát, ameddig van cucc, addig legalább, legalább, ők úgy nem rinyálnak, hogy jaj, nem találtam valamit, mert előbb-utóbb föltöltésre kerül. Csak nyilván nem várható el tőle, hogy ezt, a, ezt, ezt, egyedül bírjam. Szerintem ide már kettő kellene. Szinte, szinte biztos. Jó, és akkor például most már látom, hogy Nutellából is kellene egy pár. 132-ért vettem három nutellát? What? Ja, jó, de mondjuk ebbe izé van, 12 van egy darabba. Akkor annyira nem vészes. Ja, szóval ez a polc például rendben van. Itt mi újság? Cookie van, az van, csokit és szereált lehet venni. Ja, csak így, hogyha megnézitek, euh, Például bazira nem gyűlik a pénz, mert folyamatosan költöm el. De így például nehéz lesz megmondani, hogy a, a végén mi a jobb. Még egy Józsi, a még egy Józsihoz várnom kell. Aha, nézd csak, nyitott egy új polcot! Mivel az tele van, akkor ez működik. Nem nézzük át most az árakat, azt max napi indításnál nézzük át egyszer. Uh, hogyha ott nem változott, akkor akkor nem. Na, a kólánál 17 van, tehát az egyiket be tudom tenni, és a másikat is, szuper. Jó, tehát itt itt is jók vagyunk. Ott például látszódik, hogy sajt, tojás, tehát igazából a hűtős terméknél a kólákból, tehát a kólából, a vízből és a joghurtból nem kell rendelni, de minden másból lehet. Na, ezeket, úristen, Ezeket bepattintom, akkor az is jó lesz. Gondolom, azért így kellene csinálni, hogy így nagyban rendelni. Tehát, hogy mindig ilyen kettőket, mert akkor legalább föl, föl lenne töltve szépen a raktár is. Nem tudom én már itt mi a jó megoldás. Azt látom, hogy már nem vagyok elég egyedül. Jó, hogy nem törnek össze a cuccok. Hát igen. És gondolj bele, hogy ez mennyivel, mennyivel nehezebb lesz abban a pillanatban, ahogy bejön az, hogy romolhatnak a dolgok. Na az mondjuk durca. akkor már nincs kecvác, akkor szerintem nagyon, hát abban a pillanatban iszonyat mennyiségű pénzt fogsz elégetni azzal, hogyha, hogyha nem viszik el a cuccokat. Jó, hát az, az látszódik, hogy Józsi nem gyors. Hallod, de hogy lerabolják a dolgot? Ki se tud pakolni a csóka. De figyelj, például a só, sóból annyi van, mint a rohadás, ez nincs, nincs, kint egy darab se. Mi nincs még kint? Az a pufi, pufi süti. Az sajtot visz, úgyhogy az nem ugyanaz. Ez nincs kint. És jók vagyunk. Itt nincs kint a dobozos tej. Ja, hogy ebbe kettő volt. Tű, hallott, hogy viszik a cuccokat? Figyelj, most meg fognak rohamozni engem is. De úgy így kell csinálni. Bedobozolom, és csak akkor, akkor rakom le, amikor óriási szükség van rá, vagy ameddig nincsen plusz egy emberem. Azért Józsihoz is mehettek, egész nyugodtan. Nem, nem az van, hogy... Ah, ma... ah mindegy. Olyan, mint hogyha most viszont engem preferálnának. szavatossági idő jó kútra, állami csőd lenne, az biztos. Raktárhoz közelebb kéne kell lenne, kellene rakni a polcokat? Hogy nyilván az is egy megoldás, igen, hogy mondjuk ide rakni a polcokat, és akkor hamarabb, hamarabb tölti kézi föl. Hát csinálhatjuk azt. Mindent mindent a munkavállalóimért. Jó, az a nyugi nem lesz annyira közel. Így jó, így tudunk a lámpával is spórolni. Így nem kell olyan sok. Még még egy darab lámpát nem vettem, mióta, mióta elkezdődött a játék. Az a dolgozok, amit alapból kaptunk. Gyere Józsi, te is láthatsz, mert még a végén rajtam fogod behajtani a, a munkavédelmi szemüveget, vagy képernyő előtt végzett éles látás biztosító szemüveget. Na jó, finish the day. Na, a csoklit bár, az most nem jó áron van. Egyébként igazatok volt, mert 368, 339, 630, 552, 1167, 306, 356, 684. Jó, ezek az árak stimmeltek. Ez nem stimmel, ez 612. A spagetti, aha, az sem. Opa, 557. 13,29 az jó, 6,91. Ez drágult! juhú! Itt 14, 6,75, 5,52, ez változott, ez, ez volt a mai napi változás, ez 3,50 lett, 5,62, 4,18. Ugye azt kellene csinálni, hogy ez a bolt, ez only 4,20 árfolyamtól függetlenül mindent 420-ért lehet venni. Amit 4 dollár 20-ért. Nyilván van, amelyiken lenne haszon, van amelyiken, van, amelyiken annyira nem, de cserébe vicces lenne. 58, 4, 30, Jó. Akkor mindent rendeztünk. Két évente járna neki, hisz monitort néz. Figyelj, abszolút. Abszolút monitort néz meg. Én egyébként elküldeném Csontkovácshoz is, mert ilyen bejesett nyakkal, meg vállakkal, tehát olyan pupja van az embernek, hogy ide, megőrőzte tényleg. Tehát azonban meg sielni lehetne. Az lesz éppen, amikor a raktárral a közös... Hát... Amúgy nem tudom, mert az biztos, hogy a következő, nem a, a következő boltve fejlesztés az az lesz, hogy azt a, azt a csücsköt megkapom. Szerintem, szerintem az úgy fog kinézni. Amit, amit változtathatnánk, az amúgy az, hogy több polcom lehetne, és akkor dupla termékek. Mert akkor itt bent sokkal több dolog lenne, mint kinna a raktárba. És lehet, hogy, lehet, hogy a, rak a raktáros fiúnak is könnyebb dolga lenne, nem? Nézd, végül is az egy eurós bolt, az most már 4,20. Amúgy majdnem. Nem jó, nem jó a 4,20, ha viszkit vesznek, mert az 30-ba fogod venni. Jó, de hát az még hol van? Még egyelőre nem, nem viszkizünk. Hogy tudnám, hogy tudnám értelmesen megoldani azt, hogy ezek a polcok duplikálva legyenek? Mert szívem szerint azt mondanám, hogy csokapik, kenyér, liszt, olaj. Tehát, hogy így... Így oldanám meg. Úgy erre nehéz szerintem jó megoldást találni, hogy van egy emberem, aki folyton föltölti a polcokat, nem? Tehát ahhoz nekem azt kellene, hogy manuálisan leveszem róla. Mert egyébként, amíg nem veszek licenzt, a tejet duplázhatod? Aha. Tehát amíg nem veszek licenzt, addig úgyis ezek a termékek maradnak, ergo, hogyha még, még lenne három darab, három darab polcom, akkor meg tudnék duplázni mindent. Igen, azt lehet csinálni, hogy a raktáról, hogyha leveszem, akkor nem tudja tölteni. De lehet, hogy egyébként csak szimplán azt fogom csinálni, hogy ezeket így mellé. Tehát, hogy mellé rakom, és lesz egy ugyanolyan polc. És akkor nem az van, hogy egy, egy ilyen standon van dupla csokapik, hanem mondjuk itt is lesz csokapik. Fé, most van ezrem abból meg tudom venni bank loan 15 napon van visszafizetni az igen payments, wow ezt most megvettem és akkor így még mindig nincs freezer. És a csoki utáni dolgok jöttek be. Ez 2.90-be kerül, úgyhogy ezt majd útközben tudom megvenni. 2.90-ért lesz egy teljes új polcunk. Nem, hogy igen, lehet, hogy azt kellene nézni, amivel a legtöbb haszon van, abból duplázni. Hát az is egy megoldás. Igen, az lesz egyébként szerintem a megoldás majd, Raim, hogy a faltól beforgatom őket, és akkor így, így élével lesznek, nem lapjával. És akkor rögtön, rögtön el is fér erre a részre hat. Na, Dura nyom be a biznisz, és 2.90-nél leadjuk a rendelést, és... Mm. <síns> Ugye ezt fogjuk, ezt fogjuk használni rá. Hát egyelőre szerintem így. A következő fejlesztési, mondom, úgyis azt a sarkot kapom meg, tehát értelmetlen nagyon azzal, azzal ö, számolni, hogy ott nincs még helyem. Ja, a pici papírzacskóba? Hát abba belepakolnak ők mindent, igen. Na nézzük az új termékeinket. WC papír. Úbaz meg. Aha. Hát ez így fasza a WC papír az durva. Jó, a szappan az legalább elmegy egy dobozba. Tű, ez de jól néz ki. mindegy, ez nem tudom, hogy hanyadik volt. You are selling a product, without setting a price. A kurva életbe! Ne lopja! Mi csoda? Mi van? Ne, ne, ne! Ha, és azonnal megvette mind a négyet! Ó, a rohadik éle... Ó, baski. Fuck! Ha hallod, de annyira, annyira patkányok vagytok, észreveszitek a hibát a boltba, már viszed is beszerzési áron, hogy rohadna rád az ég. Utolsó csöves. Azonnal ráment az elárazott termékekre. Teszed le? mocsok. Ó, oh, és ez ma heiss, ez heiss. ezt már hányszor, hányszor fogom beszopni? Végre van egy, egy, egy nagy mennyiségű kólafogyasztóm. Ha nem kell átállítani, egy WC papír beállítasz, akkor a létező összeset, ami a shopban van, azt ő átállítja. <laughs> Mire a pénztár, azért mindet rendes áron kapja. Amúgy lehet. 104. Te hova mész? Ó, oh, azt hittem, hogy kis hét áll Jó, nem volt nála bleach. Ez nem tudom micsoda, de jó. Jó, 19-es szint elején vagyunk, nem sokára lehet még egy kesié. Tehát még egy még egy emberünk, aki kasszázik. 123? Oh, big money! Blitzs fehérítő. Ha uh -huh. adnád, hogyha mint néző, tudnál vásárolni innen? Hmm. Ja persze, az az egy dolog volt a, a raktárba az új cuccok közül. Ennyi. Olyan büdös, hogy odaadtam a kasszásnak, hogy ott hagyta, -e futószalag vége, hát nem. Nem volt boldog a szaga miatt őse. Fúj, fúj. Jó, hogy ez már tíz. Úristen! Elég, elég markáns különbség van a felkapcsolt és nem felkapcsolt lámpás pakolás között. Bár, Hát ah, nem. Tehát, hogy ennél, ennél például több, több lámpa kellene a raktárba is. Az a durva, hogy ez a WC papír, az meg, ez elfoglal az az egy doboz, egy egész sort. És négy darab van benne összesen. Nem lehetne olyat csinálni, hogy én WC papírt amúgy nem veszek? De az így nagyon nem éri meg. Mint hely miatt. Amúgy meg Józsi fölé tudjátok, hogy miért nem kellene... Miért nem kell lámpa? Mert minden, amivel dolgozik, amúgy világít. Teljesen indokolatlan. A vásárlónál is az a jó, hogyha nem látja, hogy, hogy mennyit kap vissza. Úristen. Mennyi? 26? Ad drágán a WC-papírt, akkor nem fogy el. Mondjuk ez is igaz, lehet, hogy azt így be kellene, be kellene, be kellene, túrni nem venné meg senki. is nem venné meg senki. Amúgy várjál már. A és papírt 10 dollárért veszem, és 15ért adom el. 15 dollár egy olyan WC papírpak. What? Nálam három rek van tele klopaperral, és minden nap elfogy. Aha. És amúgy... És nem az érdeti vennétek egy olyan WC papírt, aminek a, aminek a logója egy sündisznó? Vagy az mi, az vakond? Vagy az a jele a kikandikáló szarnak a jukból? szőrös kulabácsi. Szemüveges kulabá. Vagy egy diglet, igen. Szerintetek ez képes lesz feltölteni? Vagy azzal ne is foglalkozok. Tehát, hogyha nem tudja feltölteni, nem tudja feltölteni, de hogy így... Products not found 30. Hát az mondjuk baj. De ez nem érdekel senkit. Köszi pont kajálok. Hát egészségedre, egy egészségedre. Jó, ezt, ezt nyilván arra tartjuk fent, hogyha éppen be kell állnom kasszázni. Amúgy durván le van rabolva. Nem, tehát, hogy az a gond, hogy például, ha megnézitek, a menedzsment fülön a következő, ami hiring, az kasszás lesz majd, 20 szinten, de még mindig nem lett kiszolgálva annyi ember, hogy az meglegyen. De a 20 szint sincs meg. A risztokker, az meg csak két szint múlva lesz. Csóri Palinak nem elég az éjszakas, hogy feltöltse a polcokat. Én nem láttam még hazamenni egyébként a pakolós bátyját. Ott például az alsó az mi? Az ez az az, az 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 olyanom nincs is. Nincs, nincs. Olyan olyat nem is rendeltem vagy nem tudom. Bent alszik a dobozok között. Amúgy ez egy ilyen bent lakásos munka igen ezt még nem mondtam. Hogyan hogyan lehet azt? De az az, hogyan éred el, hogy mindig legyen mindened? Egy pár, egy pár évvel le voltam maradva, maradjunk annyi ma. 1300 a bolt növelés. És 1800 a raktárnövelés. mindenből többet rendelek, és több adom, hogy hasznom legyen. Tehát akkor azt mondod, hogy jobban járnék azzal, hogyha az árakat nem úgy lőném be, hogy market price, ami még így is úgy van, hogy ugye minden terméken van hasznom, hogy magasabbra lőni az árat, és nem foglalkozni azzal, hogyha valaki rinyál, hogy drágább, úgyis előbb-utóbb megvesznek mindent. Hát, hogy az fix, hogy azzal, azzal lehet szerintem számolni. Mondjuk látod, itt például ez a polc, ez most majdnem, majdnem teljesen kiürült. Bevételed nőne, de egyre több lenne a sírás, hogy drága, amivel lassítod a fejlődést. Amúgy igen, tehát hogy én, én nekem nincsen bajom azzal, hogy be van állítva a market price-ra. Így senki nem rinyál azért, hogy valami drága. Megveszik. Amit nem látok át, hogy azzal fejlődnék egy gyorsabban, vagy többet. Na figyelj, alapvetően én azt mondom, hogy a játéknak egyébként így, hogy ilyenkor nem megy az idő, tök jó, mert adott esetben azt mondod, hogy fogod, minden polcot be van rendezve, a raktárt kezded el föltölteni, és miközben te pattogsz a raktárba, az alatt izé ö, Józsika feltölti a boltot. Tehát igazából, ha a boltba már mindenhol van cédula, és tudja, hogy mit hova kell tenni, akkor ő már eldolgozik. Tehát nem feltétlenül kell cooldownra nyitni a napokat, simán meg lehet azt várni, hogy mondjuk amíg én rendelek, ő töltse föl a dolgokat. Tehát lehet azt mondani, hogy itt például most azt látom, hogy kóla, joghurt nem kell, de például sajtot, tojást, sprite és alma levet kell rendelni. Menjünk így végig rajta, és, és sietni nem sietünk. Tehát azt mondja, hogy sajtot, tojást, szódát és alma levet lehet rendelni, ugye? Alma szóda, tojás, igen. Tehát ezt például lekattintom. És egyébként ez azért jó, mert mire én a végére érek, így a rendeléseknek és a bepakolásoknak, addig én simán elképzelhetőnek tartom, hogy ő megvégez a bolta, boltba való feltöltéssel. Jó, ha nagyon akarnék, akkor besegíthetnék neki azzal, hogy euh, én is pakolok, csak akkor meg lehet, hogy megzakkan, mert véletlenül ugyanaz a cucc van az én kezemben, mint ami az ő kezébe lenne. A szerencsétlennek nem akarok itt ilyen fejfájást okozni. Én azt csinálnám, hogy a raktár készletet maxolnám ki, és utána a bolti részt tölteném fel majd a raktárat újra feltölteni, onnan már csak a fogyasztást kell újra rendelni, hogy a raktár sose fogyjon ki. Aha. És akkor néznéd azt, hogy például a sajtból valószínűleg összesen 6 doboz sajt lehet ott. Amit meg is nézhetünk, hogyha még berendelek mondjuk négyet, vagy ötöt, Szerintem ebből, ebből elfér három egy sorba, és utána rárak még egy sort. Aha. Szerintem egyébként azt kellene, hogy ha a boltba dupla polcok vannak mindenből, akkor lehet, hogy. Aha, jaj, ja, ja, pont így gondoltad. Tehát akkor például a tojásból még jöhet öt doboz tojás. Ez mindaddig jó, ez a gondolatmenet, ameddig nincsen ö, benne a játékban az, hogy megromlanak a cuccok. Onnantól kezdve az már nyilván nem vicces, hogy mondjuk ö, a hat doboz tojás rád rohad. Hát akkor aktívabban kell rendelni, vagy akkor kell, hogy legyen mondjuk egy ilyen hűtőházad. Vagy rögtön csirkék, és helyben tolják a tojást neked. Ez tele, ez tele, ez tele. A szereál tele. Uh, igazából az azért van tele, mert hogy annak ugye ott kéne lennie, products must be the same, amit ott, és ez csak így egy ilyen plusz. Jó, én, én kólát nem rendelek, mert az, az sose fogyott el olyan gyorsan, meg a joghurtból még így is van 48. Jó, figyelj, ezt a polcot feltöltöttük. Akkor abból a gumicukorból jöhet 5 doboz, meg a mellette lévő kukiból is 5 doboz. Ami nem legyen annyi, mert nem lesz, nem lesz rá pénzem. De egyébként igen. Tehát, hogyha én aktívan, aktívan ezt nézném, hogy a raktár mindig legyen fullon, akkor szerintem ő elintézi a, a bolti feltöltést. Még hogyha nem is, nem is fullon lenne mindig minden, de az valószínűleg sose fordulhatna elő, hogy Mondjuk, de az előfordulhat, hogy bent a boltban nem lenne minden maxon, mert szerintem ő nem tudja olyan sebesen csinálni ezt. A mindegy. Jó, ebből van két dobozunk, tehát az rendben van. Na, itt állunk szarul. Viszont 253 pénzből nem is lesz sokkal jobb. Akkor valószínűleg lenne hűtőkamra is. Na mondjuk azt nem tudom, hogy, hogy az van-e tervbe. Azt szerintem nem, az, vagy azt nem láttam úgy a felsorolásnál. Baromi rossz, hogy az oldalaknak nem az oldal... Ja, igen, hogy a dobozoknak a tetején van a termékfotó. Hát igen. Tehát az, hogy mondjuk itt oldalt lenne az International Delivery helyett, lehet, hogy könnyebb lenne be beazonosítani. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Engem borzasztóan triggerel, hogy fölfele van a jelölés. Amit értek, mert a földön lévőnél nem tudod alárakni, de nem tudom. Tehát én ránézek erre a polcra, én előbb, előbb aszociál az agyam az alatta lévő jelölésre, mint a fölötte lévőre. Vagy lehetne oldalt is, igen. Jó, hát figyelj, nyissunk ki, most is lesz csomó olyan termék, ami nem lesz. főleg ez a, ez a rész van kiülve. Ez viszont nagyon szépen föl van töltve. Nézd meg a hűtőm is milyen szép, és a hűtőben konkrétan telje, teljesen tele vagyunk, úgyhogy az úgy jó. Ez is megvan, és akkor ezt kell föltöltenünk. Tehát akkor szereálból például, most rakasgathatjuk be a dobozt, a szereálból például egy, vegyünk hármat, a kenyérből van egy doboz, úgyhogy abból akkor veszünk még egyet, Lisztem egyáltalán nincsen. Ebből vezek egy öt dobozzal. Susú? Na, azt sem gondoltam volna, hogy a susú elfogy. Tű! Gyere, torony! Na, már reklamába az meg, hogy nem talál valamit. Na, viszont a susunak a... Mi az a lisztből? Nem tudok annyit. Ü! Lehet, hogy egy picit túl sok, túl sok, lisztet rendeltem. Abból nem lehet. Ez jó, ez már legalább kenyér. Csupa csoki! Segítek neked, tesó. Jó, most hirtelen ennyit rendeltünk. A következő az a sárga olaj, a susú és a piros tetejű cucc lesz. Ne Nem tudok olyan gyors lenni. A tudjátok, hogy mi lesz a következő? Meg kell jegyezni, hogy melyik doboz milyen, és csak olyanokat rendelni, ami nem dől el. Tehát, hogyha el egymásra dzsengázza az Amazon, akkor hiába hozza ki, nem dől el. Jó, kávéból biztos, hogy kell még rendelnünk kettőt. De az jó drága. Ö, dobozos tejből kell kettő. Tő, sóból 1 és ricsből 2. Dobozos teljből 2, sóból 1, riisből 2. 2,53. 53. Hát most egy futok a pénzem után! Jó, egy óra van, ezt még kifogom fogom termelni. kíváncsi vagyok, hogy ezt a napot hogy zárom már, mint így polc és raktár ügyileg, mert az, hogy a pénz az nem lesz sok, az biztos, mert most nagyon sokat rendelek. Feltettél két lisztet a polcra, Józsi elvitt egyet, te kipótoltad, eredmény Józsi nem hozza vissza a maradékot, hanem kidobja a kukába, mert nincs hely. Nem, ez nem igaz. Olyankor, hogyha uh, arra a polcra én oda pakolok, amit uh, de rakja üres polcra. Nézd csak, itt van egy uh, szereál. Ezt a szereált ő magától tette ide, amikor, amikor itt volt a szereál, ő levette, én beraktam egyet a helyére, és ő amikor visszasétált a szereálos izével, fogta azt oda bebaszorintotta. Azt konkrétan láttuk itt a streamen is, hogy belerakja, úgyhogy, úgyhogy az nem gond ilyenkor. Az még meg is jegyeztem, hogy mondom, na nézzük csak, mert ott van nála, vissza akarta hozni, és csak simán odasétált egy üres izéhez, és lerakta. Benne lehetett volna a pakliba, hogy ő amúgy kidobja a maradékot simán, tehát én kinéztem volna belőle. Jó, itt nincsen például paszta. Pasta és rizs. Szóval kerül. Ide. Akkor nálad bug van a mai napig kidobják. De van üres raktárpolc helyed? Tehát nem lehet, hogy az a baja? Jó, nem azt vitte magával éppen. Tessék, beálltam, jöhettek. Van öt üres rekked. Aha. Hát akkor nem tudom, hogy mitől lehet. Igen, mondjuk ehhez lehet, hogy jó lenne, hogy lássam, hogy mik, mik vannak a izén, de... Mindegy. Csíí! Na, te a hülye susuddal menjél innen. azaz csak az ilyen big man is vásárlók kellenek nekem. Jó, papa, jó, jó, jó. Mondjuk választhatál volna drágább termékeket is, de ez most mindegy. Mennyivel egyszerűbb dolga van, hogyha ezt tényleg lehet numpaddal is ütni annak, akinek van numpadja, nem? Az igen? Mondjuk neked adok kedvezményt, ha gondolod. Szép. Hú, jó, ez itt bezár a bazár. Ezt eldobozoljuk. Nagyon jól dolgoztam a rózsi helyet megint. Mi ez a gyors lehúzás? Elgondolj gondolj bele! Milyen tempóba van, de azt nézek, tehát hogy mennyire, mennyire lerabolták a, a boltot. Nem, ő, ő az a durva, hogy srácok, ő 0-24-be dolgozik. Ő, ő tényleg a 024-es uh, lidl Lidlben élő emberke. És a sárga olaj, és nézem még így is van, ami teljesen elfogyott. A sárga olaj, a pasta és a piros tetejű cucc. Nem őket. Lehet venni tejet is, meg egy kenyeret. Szonya, egy kenyér egy ilyen izétáj. Ja, nem, perje, az shelf-tej. Sóból végül is van még kilenc. Ebből a wc-papírból nincsen. És a többi jó. Jó, 215 dollárért kell vásárolnom, és egyébként egész jók vagyunk. Nézd meg, tehát az van, hogy a totál profitom az 568 dollár volt ma. Tehát az income 1742 volt, és 1174-ért vásároltam. Dísvasárta, az a baj, hogy végig kéne nézni az összeset. Mert lehet, hogy, lehet, hogy változtak az árak. Mondjuk ameddig ő pakol, addig nekem van, id van időm ezt végignézni. Én amúgy lehet, hogy annyit változtatnék még a játékon, de ez lehet, hogy csak nekem okoz problémát, hogy azért ennyi minden, tehát amikor sok dolognak változik az ára, akkor én például nem tudom megígézni mindet. Tehát, hogy azt mondjuk mutathatná adott esetben fixen addig, ameddig el nem kezdődik a nap. Nem, mert akkor ott jobb oldalt ott lenne szépen, és akkor le, le, tudnám, le tudnám követni, hogy minek milyen árat kell adni. A gépen megnézed, ott van a piros, piros zöld nyíl az áruknál. Hát az oké, okay, de itt, amikor a polcoknál vagyok, és állítom, a, állítom az árakat, itt is, itt is mutat, mondjuk itt is mutathatná, hogy ennek följebb, ennek lejjebb tehát, hogy csak azt nyitod meg, amelyiknél kell változtatnod, nem? Azt én értem, hogy ha odaülök a géphez, csak tehát a gépnél ott nem tudom átírni az árakat, nem? Csak itt. Vagy át tudom írni ott is az árakat? Vagy a gépből lehetne módosítani? Na hát az meg lenne a másik. Az még teljesen jó megoldás. Na jó, elméletileg mindent átnéztem, kivéve ami nullám volt. Az még csak tervem van, hogy lesz olyan rendszer, még nincs a játékban. Aha. Jó, már az is tök jó, hogy ilyenek vannak tervben. Tehát hogy ez, szerintem, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó pofa dolog. Most figyeljetek, van 1374-em, és szerintem nem kellene a raktárba vennem semmit. Most akár nyomhatunk egy olyan napot, Hát bár, de itt azért kellene rendelni például a WC papírból, meg a szappamból. Ja, WC papír, meg szappan az kellene. Ez az egy doboz, ez a, ez a legzseniálisabb. Tehát, hogy hogyan, hogyan spórolja helyet? Ne így! Ezek még benne voltak a rendelésben. Még azt is ki fogja rakni a polcra, az biztos. Ja. Mm, jó nyissunk ki. Igen, tehát a következőkbe, amit lehetne csinálni, mert ugye ez a, ez a rendelés, ez egy véget nem érő dolog. A, egy minimál, egy izékkel, és akkor azt meg tudom csinálni, hogy ezt lerakom fixre. Ide. És mindjárt lépünk szintet, és azonnal fölveszek még egy embert. Jaj, nem, még, még ki kell szolgálni 23 embert. Igen, mert a szinten mindjárt megvan. Jó, a lámpákat lehetne mindenhova. Jó, ezt azért bezárom, hogy ne én dolgozzak addig, ameddig nem muszáj. hogyha nem rendelek, hanem majd mindjárt őt fölvesszük. A licenszel azzal csak megint megbolondít. Nézzétek meg, mennyi licenszem lesz még. Az iszonyat mennyiségű termék. 1300-ba kerülne a bolt nagyobbítás, és 1800-ba ugye a raktár nagyobbítás. Igen, lassan egyébként hipermarketek is lehetnénk. Couldn't find csoka pixerel, pedig abból szerintem van a, van a raktárba. És azon gondolkodtam, hogy mi volt az az 50 dolláros cucc, amit kellett fizetnem. És jelenleg olyan meleg van kint, hogy szerintem azzal nem érek el semmit, hogyha kifele, kifele próbálok szállni, vagy kintről próbálom meg lehűteni a szobát. Szia, a Tibi! Milyen rendes előreengette a lányt. Aki csak az estére egy kis olajat csempészett a kosarába. 22 fok van árnyékba? Kiszolgáltunk a 20 pár embert? Most kellene azt mondani, hogy jaj, ne haragudjon véletlenül, hogy százassal többet ütöttem be, de hát elvakított a szembejövő fény, és így rácsillant a gépre a szemem, kiégette a retinámat, a véletlenül egy nullával több lett és most lehet, hogy nem is reklamálnának érte. Na most 25 fok, 25 van, már nem lehet bírni a napon. Mondjuk azért 25 fokot én még játszva kibírok a napon, tehát azért nekem azzal nincsen gondom. Na, muszáj vagyok megnyitni ezt is. Ja, hát meg a másik, és utána Izé kinyitottam a szememet, és tele is ment Churchall. Aisten. Puh, az úrva lenne egyébként, hogyha nekem kellene kiszámolni, hogy mennyi a visszajáró. Na, na, az attól válna hardcore ra a játék szerintem. Figyelj, szerintem most már megvan annyi ember kiszolgálva. Ne csilingeljél! Mi van? Még kell 14? Hát hallod, mi mit csináltunk egész nap? Én úgy éreztem, hogy már legalább egy 40 embert kiszolgáltunk. Felkerültek Simoniról a képek érdekelnek? Eh, persze, nyugodtan dobd be a uh, chatra linket. Mert mint a. Arról nekünk is kerültek föl egyébként képek a. az uh, a saját Facebook oldalára a cégnek. Simonyi konferencia. Verk kiállítás, VIP ipar, hát gondolom a kiállításon. Én mondjuk szerint, rólam szerintem nem készült kép, amikor, ja látom, mert ott vannak a kollégák. Én amikor láttam, hogy fotóznak, akkor én nem voltam rajta. Ott van a bárré, igen. Ott voltak a jóféle ö, fánkok. Ja, most, hogy végigpörgettem, vagy végigpörgetem, én, én nem lettem lefotózva. Én inkognitó módban voltam ezek szerint végig. Ú, bár várjál, most kanyarodnak vissza, mert ezek a mellettünk lévő ö, pultok voltak. Ja, hogy nem, ja, hogy nem, nem, tehát hogy időrendi sorrendben van, és lehet, hogy visszakanyarodott oda hozzánk. vajon elcsípette engem a fotós? Lehet, hogy már közben írod a chatra, hogy igen. Igen, ott van megint a kolléga, de én nem vagyok rajta. Új, én lehet, hogy ilyen árnyékként mozogtam, és így egyszer se tudott engem elcsípni. Hmm. Ott van még egyszer a kolléga, de én nem vagyok rajta. Ma én nagyon jól mozogtam. Végig kike. Ott van még egyszer a kolléginám, Zseni. hallod, én voltam, én voltam az állásbörze fantomja. Igen, egy se vagyok rajta. Ott van linkelve. A picsába, de rajta vagyok. Fuck! De várjál, de azt nem láttam. Kettőn is! Pászeg. Pedig lekapott. De nem látta. De várjál, akkor az nem, ugyan, nem ugyanabban a menüpontban volt? Tehát az nem a kiállítás menüpontban? Francban. De ott a kiállításnál? De az meg várjál már. Kiállítás. De azokat a képeket, amiket utólag linkeltetek, az meg én itt nem lát. Állod, most én még egyszer végig tekerem. Azt mondjátok, hogy a kiállítás de magamat csak észreveszem egy képen, baszki annak nincs jelentőség, hogy pivot, uh, pivot monitoron nézem, nem? Tehát, hogy így össze van, nincs jobbra-balra. Jó, látom, látom egyébként, amiket linkeltek, de Pff, akkor csak benéztem. Na várjatok, mert itt közben izé van. Happening van Zárjuk a napot Products not found, az nem érdekes Az nagyon szép, 2549-es napot zártunk Sugar powder, toilet paper Nem foglalkozunk most az árakkal, na nézzük, hogy néz ki a, a, a raktár Ah, de az a joghurt az nem fogy De az most már legalább remélem meg is romlott Jó, ilyen kóla nincs, az várjál, az nem a turkóla, hanem a sima kóla nem lett kiszolgálva annyi ember, de mi a franc? Nem a turkó, hanem a szódakóla. Az hiányzik. Igen. Ezt innen gyorsan levesszük. Csoki és szereál, az is hiányzik. Sokiszere áll berendelve, a fönti az rendben. Jó, lisztből kell kettő, meg pirosból kettő. Igen, az jó, az jó, megint elfogyott a kávé. A 120. képen vagy a kiállításnál. Na jó, én, én abban szerintem akkor csak nem tudom, hogy de így áttekertem. Egyszerűsre leszek még kíváncsi majd, amikor a BMS képek megjelennek, mert ott is, ott is nagyon sokat fotóztak. Eddig tartott a titok, hogy melyik cégnél dolgozok, mi? Liszt volt mellettem, mármint itt. Aha. Jó, van egy üres doboz is, vagy van, van egy teli doboz is, meg még egy teli doboz. Ups. Jó, lisztet nem kell rendelni. Az majd vagy jövő hét vagy jövő. Aha, tehát hogy azt lassabban dolgozzák föl. Jó. Na, ott viszont nem emlékszem, hogy bárki is, bárki is lefotózott volna. Bár mondjuk ott, ott akkora nyüzsi volt, hogy azon se lepődnék meg, hogyha csak nem vettem volna észre, hogy fotóznak, mert, mert ott a mennyiségű ember volt. A ah, izét mutatták most a srácok, linkelték az állásbörzén készült képeket. Hát ha belegondolsz, ennek is volt vagy két hét. Áh, ah, mondjuk igen. Jó, veszek három kávét. Az a piros tetejű az nem került már bele. Abból is veszünk kettőt. Végre, végre elkezdett fogyni a tea. Hú, annak nagyon örülök. Kell egy nutella és kettő zöld olaj. Az biztos, hogy kell egy só. és egy ilyen dobozos tej. Ja, a dobozos tej már nem fér bele. A kávét az viszont biztos, hogy ki fogja pakolni rögtön, mert szerintem abból nincsen egyáltalán, tehát egy, egy dobozzal ő el fog vinni. mondja ezért lehet kemény egy ilyen boltnak a, a menedzselése, mert nyilván ilyet nem csinálhatsz meg, meg ilyenkor normál esetben nem áll meg az idő, tehát az neked nyitásra ki kell, hogy legyen pakolva baszki minden, és, és készen kell, hogy állj. Tehát itt, itt, most gondolj bele, tehát elindul az éhezők viadala, Erre a szemfülesek tudták, ja, Többször, többször beszéltem már róla, hogy, hogy polgári, polgári állásom az nekem hol van. Nyilván ez, ez nem titok, csak nem szoktam reklámozni. De már többször volt róla szó, úgyhogy annyira nagyon nem kellett szemfülesnek lenni, hogy tud, hogy hol dolgozom. Ú, a meta questre érkezett valami új játék, és szól nekem, hogy töltsem le. Megvan a harmadik kép is. Ajaj. Ajaj. Egyszerűbb egyébként szerintem, hogy a képet linkelitek, mert én, én olyan tufa vagyok, hogy nem fogom észrevenni. Ó, oh, most már egy ilyen liszt befér oda, ugye? Igen, nagyon jó. Szépen pakolászik a csóka. Ahogy szerintem a raktár... Úristen! Hát nem. Jó, tisztítószerekből mindegyikből kell rendelni. Kivéve a WC papírból. Jó, hogy nem esik rá a csávóra. Jaj, ne, ez is izé egy egész, egy egész izét elfoglal francba. Na jó, mindegy. Mégis ezt fenntarthatjuk így a tisztítószereknek. És hova megy ez a zöld? most már oda lentre. Ez a kék, ez ott van fönt. Ehhez hány ember kellene szerintetek, hogy ez így normálisan, normálisan kivitelezhető legyen? Mert hogy így, így az egy, egy pakolós emberem, az vértízzad, tehát hogy az Egyértelműen látszik, hogy ő nem tudja ellátni egy. egy húzamba. Opá! Ó, baszki, na azzal meg most fölülírtam valamit. De jó. Nagy hol van ez a szappa. Ja, ez van itt. <há> Ahogy nézem neked húsz. Igen ott is ott vagyok spot. De amúgy egész jó képeket csináltak. Most nem arról beszélek, amik rólam készültek, mert azok nem lettek, nem lettek olyan szuperek, de, de amúgy, ahogy így beletekercseltem a, a, készült képekbe, szerintem jó. Ötletesek, ötletesek voltak nem fotóztak legközben egy harmad részén laj, rassal rajta vagy. Szerintem ezeket már ti photoshopoljátok. Ennyi kép, ennyi kép, rólam tuti nem készült. Na, hogy állsz? Hogy állsz, csóka? Amúgy egész szépen feltöltötted, mit akarsz? Vicces bolondozol? Na, és akkor az van, nézzétek csak, hogyha elindítom most ezt a mai napot, akkor kell még kiszolgálni 12 embert, és akkor föl tudom venni a második kasszásunkat. Jó, ezt most beklózolom. Raboljátok le a boltot, feleim! Azt hadd legyen sok pénzem, és fejleszek. Avidis kereskedő. De igaz, íben e könnyebben tudtál tájékozódni. Hát ott nem volt semmi extra. Az, az, lényegesen, az lényegesen kisebb volt. Nyilván kisebb, kevesebb kiállító is volt. Most már pár órán a, a megy a játék, nekem kicsit lassúnak tűnik. Nem tudom, hogy én játszom-e úgy, hogy lassú, mert adott esetben lehetne azzal mókolni, hogy lehetne sokkal több polcon kirakva. És lehet, hogyha több polc van, nem feltétlen több termékkel, hanem ugyanazok a termékek, csak többször kirakva, lehet, hogy akkor máshogy pörög. Megnyitottam a linket, azt hittem a szemüveges faszi első ránézés a gyurcsány. Ezt majd elmondom a kollégának, hogy... Hogy lehet, hogy összekeverték. Nem, biztos örülni fog neki. Te hallod, le lehet egy úrcsányozva. Igen, lehet. Lehet, hogy nagyon-nagyon boldog lenne. Nem nekem kell lekasszáznom azt a 12 embert? Á, nem hiszem, hogy én 400 embert lekasszáztattam. De nézzük meg, hogyha 88-ról nem változott, akkor de. Hú, a faszomba. Bazz meg! Azt nekem kell kasszáztatnom azokat. Ó, hogy az a... Na de várjál már, hát az hülyeség. Hát de én csak akkor tudok kasszázni, hogyha, hogyha Józsi, Józsinál teltház van. Várjak, az összes többi, az összes többi, opa, az összes többi, fejlesztést is így kell csinálni. Hú. Hát ez gond. Ez csak azért is gond, mert ha Józsi éppen jól dolgozik, akkor hozzám sose jönnek. Vagy Józsit nem azonnal számolja be. Nem, szerintem sajnos igazatok van, és konkrétan nekem kell azokat kasszáztatni, mert, mert még meg is lepődtem, hogy olyan nagyon sok ember volt, aki betért a boltba, és kizár dolognak tartottam, hogy az, az nem volt az előző etapba 11 vagy 12. Ja, mindegy, hogyha pörög a bolt, akkor hozzám is jönnek folyamatosan. Te hülye vagy! Na, hallod, ha te is százasra fizetsz, itt azonnal megbasznak. Hű, egy testápolóért. Józsinak kijárna egy szabad nap? Haló, jó napot, jó napot kívánok! Én nagyon jó vagyok! Tessenek már ide jönni hozzám! Lehet, hogy Józsinak jobb a szaga. Mondjuk tekintettel arra, hogy szerintem lassan egy hete játszunk a játékkal, már mint egy ingém idő, sőt több is, és én még nem láttam őt kijönni onnan. Kizárólagnak tartom, hogy jó szaga legyen Józsinak. mondjuk ugyanennyi idő alatt én sem hagytam el a boltot, tehát... Ö... De ne oda! Ó! Fiai, nálam van egy cent kedvezmény! Jósi, baszd ne dolgozzál már ilyen jól! Na, kösz! Most bezzek pörög a kezed, mi a versenyzünk? Ez a baj, hogy te sokkal több embert szolgálsz ki, mint én. Hát akkor pikpak meg lennének ezek a fejlesztések, hogyha mindenkit én szolgálnék, ugye ki. Hát ha lehetne allokálni, akkor inkább állnék én a kasszába, és kettő ember lenne, aki pakol. Nem tudom megcserélni, ő, ő, ő fixen abba bele betonozódott, meg onnan ki se lehet szedni. Csak kibaszni tudom. Az a baj, hogy én 12-t nem szolgáltam ki. Az a még négyet kéne kiszolgálni. Az az! Van egy csingiling! Jó napot kívánok, hölgyem! Na még három. Lassan kitúra helyedről, Józsi. Új, valamilyen hozzám jött Ez az, megvan a három Egy csoki Na jó, most már ezt be is zárhatom Mondjuk most hülye lennék fölvenni Hallod? Ha, az 400 per... Jó, várjatok. Most meg tudjuk nézni azt. Most 400 per 400-on van. Ha ez 400-tól följebb megy, akkor Józsiét is számolja, csak másik napon. Ki a hónap alkalmazottja? Hát Józsi. az, az, az fix. Érted, sötétben is ugyanolyan elánnal dolgozik. Ha, igen, kicsi az árukészlet. Jó, hát figyeljetek, igazából akkor csináljuk azt, hogy a mai nap zártánál, mai nap meg, megpróbálhatjuk azt megcsinálni, hogy keresztbe forgatunk polcokat, mert 1300-ba kerülne az újabb 4x4-es Expand. És azzal igazából a boltba azt a sarkot nyerem meg. Ami nem biztos, hogy rossz lenne, mert akkor erre az oldalra ide berakom a polcokat, és oda meg a két kasszát. Nem számolja csak a tiédet? A picsába. De akkor viszont... Nem is tudom, hogy ezt hogy lehet csinálni. Et akkor igazából 500 embert nekem is ki kell szolgálni, ami vagy azt jelenti, vagy azt jelenti, hogy neked kell az első embernek lenned, és hozzád jöjjenek először, tehát egy üres helyre, és hogyha te tele vagy, akkor, akkor mindig, mindig, mennek a következőhöz. Igen, mindig kell egy szabad kassza, csak az a lényeg, hogy ráadásul az a szabad kassza az az első számú kassza legyen. De azt nem tudom, hogy hogy érem el. És majd jönnek megint, hogy ez a kurva bolt megint át van pakolva. Igen, valószínű. Na figyeljetek, most zárhatjuk a napot. 2900-on zártunk. Jó, Um... Összecsomagoltam Józsit is a dobozba. Most Józsit is bezártuk a dobozba egyelőre. Ott van viszont a lámpa. Jó, a cél az az lenne, hogy erre a részre pakoljuk a szerintem úgy kellene, hogy erre a részre pakolom a szekrényeket. Krisi, kósolj már! Az a mélyhűtő az azért van kint, mert még nincsen liszenszen mélyhűtött termékekre. De az azért van ott. Az ott jó helyen van. Igen, van egy instant Józsim. Uh... Ahhoz, ahhoz hozzá kellene férni mindenféleképpen. ezt úgy kéne, hogy ez legyen így. Akciós volt a ké mély hűtő, igen. Csomagol le Józsit és rakd be az üres kasszát. Ami valószínűleg azt kell majd csinálni. És azt nem tudom, hogy ezt érdemes lenne így tenni, tehát, hogy ezek így összeérnek. Vagy hagyjak, hagyjak egy kis helyet nekik. Végül is ott is úgy csináltam. Jó, mondjuk itt, itt nyilván itt el tudnak sétálni. Ha így rakom, szerintetek az para? Hát, aha, ott azért hagynék helyet. Jó, nem bugolt be Józsi se. Igen az, oké. Okay. Akkor mi? Mondjuk így, így. A villanykapcsoló az, az itt van, azt nem zárom el teljesen. A falhoz nem is raksz. Hát. De, most még lesznek, most még veszek másik polcokat is, tehát ott is lesznek. Vagy csináljuk úgy, hogy Az biztos, hogy ezt így nem rakhatom ide, mert akkor elzárom a villanykapcsolót. Végül is kezdhetünk így, és akkor így viszont könnyebb belőni, hogy, hogy hogy jó. Talán így jobb, nem? Kapcsolót nem lehet átrakni máshova? Nem. Ú, uh, ez így még jobb! Ja, csak ahhoz kell egy villanyszerelőt rendelni, hogy átrakjuk a kapcsolót, igen. Na, figyelt? Ez így, ez így, így fullos. <laughs> Józsi megoldja olcsóbbat. Oké, tehát itt, itt van most polcom, és ráadásul itt most nyertem egy pluszt. Ha azt a hátsó részt megveszem, akkor ott mehetne a két kassza. Ott szerintem jó a hűtő. Hűtőből lehetne venni még egyet. Amúgy labirintust is ki lehetne rakni a polcokból, tehát simán megcsinálhatnám azt, hogy így folytatom, nézd. Így fogom, és mondjuk mondjuk ide is rakok, így, a, 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 a mögé hátra, és akkor így, így nem tudom, ilyen így kukacozni kelljen. Vagy figyelj csak. Ez csak mire gondoltam. Ezt ide rakom, de az csak azért, hogy kimérjek vele helyet. Na? Mi ez Ikea? Hát ezek nem tudok mi csinálni. Érted, így jössz be? Úristen, mekkora választék! Kezd bolt kinézete lenni. Hát de hallod? Tehát, hogy ez így mehez, így már az én menő. a frízből is vegyél még egyet, ne legyen egyedül az úr. <laughs> Kap be! Jó, ezt az egyet addig arrébb visszük. Jó, így, így, egy kicsit, így egy kicsit tágasabb. Jó, akkor most kell azt csinálni, hogy ezeket a polcokat is föltölteni. Micsoda? Én a falhoz raknám, én a falhoz raknám közelebb a belső dupla polcot, mert akkor még egy dupla sor elfér mellé. What? Ja, hogy oda? Arra gondolsz? Uh, e, mindjárt meglátjuk, hogy elférnek a ketten? Nem. Picsába. Ketten nem férnek ott el. Itt az instant Józsi kettő. Ja, az, azt egyelőre igen, azért raktam úgy le. Azt, amelyik egyedül áll. ami mellett éppen, aha. elférne a kislukban hátul. Na mer mert egyelőre két kasszát valahogy le kell tennem. Lehet, hogy kellene az a hátsó rész. Olyat nem tudok neki mondani, hogy... Ó, így tudom megoldani. Hogy őt fogom, azt lezárom a pécsába. és akkor hozzám jönnek. Fordítva egymásnak középen. Nem tudom, hogy akkor hova mennek az emberek. Az, vagy azt nem tudom tovább vinni. Hát szerintem kellene nekem az a rész. Csak azt a részt megvenni, most az 1300, és ö, nem, az majd a következő vásárlás, mert most fel kell töltenem a, a készletet. Ráadásul most nagyobb, nagyobb készletet kell föltöltenem, mert most ki kell pakolnom majd a többi polcra is. Jó, akkor kezdjük a rendelést. Joghurt, kóla, de verjel, az a, az a turkóla. Apple juice, az kell. Apple juice kell, kettő. Szóda is kell, kettő. Szóda, apple juice, orange juice is kell, kettő. És ráadásul most gondoljatok bele, hogy most kettő, kettő darab frigóm van. Úgyhogy miután, szerintem úgy kellene csinálni, hogy miután megcsinálom a, a raktárba való bepakolást, megvárom, amíg feltölti a jelenleg, lele, jelenleg aktív polcokat, és utána én manuálisan belenyúlok, és egy-két egy extra polcot is kirakok, vagy egy-két extra terméket is kirakok a polcokra, mert akkor azzal befoglaljuk a polcon lévő helyeket. Egyből rakhatnád. Igen egyből rakhatnám a polcokra is Csak így könnyebb, könnyebb látnom Hogy miből mennyim van És mennyi hiányzik majd Jól láttad hogy a vizet nem tölti fel Pedig van készleten? Na mindjárt megnézzük a víz az van itt És tele van a polcon is Tehát az föltöltötte. Jó, kóla, joghurt megvan, sajt van, vizet, mondjuk vizet sajtot, tejet kell most rendelni, víz sajt, tej. Toás. egy toás, a toás az bal lent. Ne, semmi gond, Ilyen, ilyeneket nyugodtan mondjatok, mert simán lehet, hogy, simán lehet, hogy valami valahol bebugol. Hú, van, meg van 53 tojásom. Túlállaltuk magunkat egy picit, de nem baj. Jó, akkor fogjunk meg egy alma levet. Az alma van balfönt. A kóla, ez a fajta kóla, ez ballán. Ha, és mivel nem raktam teljesen tele, ezért érzékel, és azt is most így föltölti. Szuper! Jobb lent van a narancslé, aztán joghurt. az kemény mennyiség. És ez mint egy biztonsági őr kínál imádom. Jó, a turkóla kell még, a szóda és a víz. Szóda. Na, például akkor szódából rendelhetünk kettőt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen hatással lesz amúgy a múgya, ö, bevételre. Víz és turkóla. A turkóla az ez a fönti? Igen, turkó. Hogy vajon tényleg sokkal több fog bejönni, mert hogy több a polcom. Őrzi a fagyasztó, tényleg! <hállt> Ó, Istenem. Jó, vizet kell rendelni kettőt, az biztos, vagy hármat. Most mindjárt elindul, hogy föltöltse. Aha, jó. Csak kellett neki egy kis, kis idő, amíg érzékelte a raktárkészletet. Jó, akkor a hűtő kész. A hűtő kész. Uh, kenyerem nincs. Ja, de azt azért, mert még azt nem kezdtem el, nem kezdtem el rendelgetni. Jó, akkor a fridge az rendben van. Cereal, cereal. Tudod, mit? Azt, azt egy, egy van ott, legyen egy itt is. A kenyér, ezt ki fogja pakolni valahova, én meg kirakom oda. A másik a liszt. A liszt az itt jó helyen van, a másik lisztet viszem. Olaj. Oké, okay, mi van még? Ez a piros cucc. Az ott van, nagyon jó. A piros cuccig jutottunk. Most jól a seggére fogok verni egyébként a pénzemnek, de... De nem baj. Dehogy nem egyszerűbb lenne, hogyha a polcon... De, de, de Persze, persze, az lenne a legegyszerűbb. Mindenből, mindenből dupla, dupla lenne. Hát az lenne a legkirályabb. Az majd egy következő nagy, nagy átalakítás lesz. Amit még ugyan nem tudom, hogy hogy fogunk abszolválni, de igen. Azt itt hogy, hogy hogy fogjuk megcsinálni, hogy ez jó legyen. Igen, még, még, még azért van helyem. Nem tudom, az, az hogy csinálnátok? Meg most egyrészt meddig jutottam? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Idáig. Most a 6 pack milky. Lehet, hogy az új polcokra kellene úgy pakolni, és akkor a régieket egy idő után felszámolni? A nagyobb választékkal egyelőre még még nem tudunk mit kezdeni, mert ahhoz licenzt kell venni. Minél több, minél több van, az is jó, hidd el. Az a baj, hogy nagyobb választékot raksz, akkor, akkor meg fognak hűlni. Egyszerűen nem. Én ezért például nagyon utálok uh, ilyen nagy bevásárlóközpontba menni, mert két dolgot akarsz venni, de van 780 féle cucc, és egyszerűen nem tudsz dönteni, belezavarodsz, beleőrülsz. egy idő után majd ugye egyre több lesz a választék, tehát akkor már nem tudom ezt, ezt csinálni. Szerintem lassan ez ennek kell lenni az utolsó rendelésnek, mert egyrészt nagyon helyem se lesz. Ja, hát mondjuk helyem, de az még kurvára van. Na tessék, ott már majdnem egy sorba került a kettő. Az már majdnem stimmel. nem is a raktárat kell tölteni, hanem inkább meg ezt. És majd a, majd a raktárat akkor, amikor már látom, hogy valamiből nincsen. Tessék, megvan az első normális dupla sor. Ez a süti részleg. Na, figyelj! Én szerintem, én szerintem most nagyon-nagyon fejlődött a boltunk. Még mindig van egy kihasználatlan ö, szekrény. És ha azt nézzük, hogy ő rá azt mondjuk, hogy closed. És én így ideálok ilyen vad konkurenciának. Mi van, hogyha téged eddig elcsomagollak? Ugye, én addig őt elcsomagolom. Úgy, de az a biztos. Pázd meg! Hogy kerültél itt? Az előbb még a dobozba voltál! Magic! Te ha lerakom ezt és átugrik ide, én esküszöm papír kiálltok. Na azért. Ez itt az én placom, tesó. Majd szólok, ha sorra kerülhetsz. Na mehet. Én mindenre azért van amúgy szükség, mert ahhoz, hogy a következő embert fölvegyem, ahhoz ki kell szolgálnom 500 embert. De amúgy most fölvehetném a második kesiét is. De az meg, az, az, meg akkor nem jó. Ez a felnépte valahol, Józsi! Hát de bazeg, beraktam abba a dobozba, és egyszer csak átjött! De hogy, hogy? Üszkve 500 embert viszonylag gyorsan kiszolgálok, nem? Csak így akkor ő neki miért fizetek? Mm, nem. Kúcsony anya. Lehet menni oda? Ne álljál, mint bálám szamara. Úristen. Na jó, van Józsi, dolgozzá. Uh... Kelleni fog a hely. És ő. Ő arra vár, hogy én megjelenjek, ugye? Végül is beleállhatnak egymásba, nem? Csináljunk ilyen ős káoszt. Tikannak volt egy ikertestvére, azt figyeld! Hallott családi vállalkozásba toljuk. Ugyanúgy a gitárnyakú, nézd meg! Már. Te figyelj már. De most így nem dolgozol? De úgy érzem egyébként, hogy a helymenedzsmentünk nem a legideálisabb. Jó, van, beállnak hozzá. Fie, tehát, hogy szerintetek biztonság technikailag van annál kellemetlenebb megoldás, mint amikor háttalál neked a kasszás, és konkrétan a bejáratnál nyílik ki a kasszagép. Én, 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 nem, én nem tudom. De, de lehet, hogy ez nem a legideálisabb. A tűzoltók nem díjaznák, de az indiánok igen. Józsi meg fog fázni. Én arra lennék kíváncsi, hogy az Open E betűje alatt lévő emberünk az mit csinál. Ez lesz a következő, ez, ez egy egész szint múlva, viszont nekem erre lenne szükségem 1300-ért hogy a másik kasszát azt le tudjam rakni normálisan. Mert ha megnyerem ezt a helyet, akkor már, akkor már szórakozhatunk a kasszákkal. Nekem gyanús, hogy ez a napszemc is az Józsiék tesója és segít nekik lopni. <laughs> Jaj, valami túl drága volt. Igen, mert árakat azokat mondjuk nem néztem. Nem tud választani, melyik kasszás a szimpatikusabb. Hogyan lennének jók a kasszák a mógy? Az biztos, hogy nagy hely kell a... Tehát a két kasszás az állhat egymásnak háttal, az teljesen jó, tehát ha megnyerem ezt a helyet, akkor igazából mögé rakom. Annyival, hogy Józsit kitolhatjuk oda úgy, hogy akik sorba állnak, azok itt álljanak, nem? Vagy Józsi legyen háttal az üvegnek? És azok középen, középen megy az ember tömeg? Amúgy nekem is feltűnt, hogy elég kevés a bevétel ahhoz képest, mint amikor én álltam a kasszába. Kettő fizetés már elég húzós. Hát figyelj! Igen, lehet egyébként, hogy két kasszásra nincsen szükség. Tehát lehet, hogy tényleg azt kellene csinálni, hogy egy kasszáson fixen van, és én akkor állok be, amikor gebasz van. Mert kifizetni, kifizetni ugye <laughs> Józsit és Józsit, a pizsamásban állok B1 és B2, itt J1 és J2 van. Ugye van, van egy pakolós emberem, tehát igazából 300 dollár csak a kiadásom naponta a három emberre. Túl sok, túl sok a kiadás. Neked <laughs> a boltvilágítást tetszik a legjobb. Hagyjátok már a világítást, sötétben is lehet dolgozni. Főleg ezen az oldalon. Én még mindig egyedül nyomom, pedig már nem tudom, hanyas szintű vagyok. De hogy egyedül? Tehát, hogy csúma egyedül? Tehát nem is pakol senki, nem is kasszázik senki, nem te csinálsz mindent? A nem facogod a kint a hideg. Hagyjátok már azt a fagyasztót. De azt akkor hogy bírod? Mármint, hogy akkor jóval lassabban haladsz a cm. Pörgök. Anyád, de hát az bazd meg izé... Jó, de te fölcsívsz, há... fölcsívsz három csík kokain, az meg azt úgy játszol. Igen, a második kasszás. De, de, Józsi, Józsi kettőt, J2-t ki fogjuk, ki fogjuk rúgni. Ja igen, meg köbdösöd az embereket, Tehát úgy könnyű. 16 vagyok, egy pakolós emberrel, várom a 22-est, hogy legyen kettő. Amúgy én kasszázok. Aha, tehát ugye a kasszázást ezt abszolút ti csináljátok. Basszam ki a két kasszást fagyasztó szerintem befér a kassza és a polc közé. Azt mondjátok, hogy J1-től és j is szabaduljunk meg. Pillanat, csak megírom a felmondó levelüket. É, hát figyelj, j 2 kibaszom, de egy, egy, kasszást, egy kasszást és egy pakolóst megtartok. ő, mint, ő, 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 itt beragadt. Totál profit, mínusz 1192. Jó, de hát az azért volt, mert csó mindent vettem. Jó, az biztos, hogy most megveszük a, megvesszük a helyet. Így, és akkor az a kérdés, hogy a kasszás kasszás legyen belül, és a sor kívül, vagy fordítva. A kasszás legyen mi? De ezt hogy tudom úgy forgatni akkor? Nem, mert így ez hátrafele megy. Ja, ide rakom két kassa mindenféleképpen el fog férni, mert most pont az volt a cél, hogy az egyikbe én be tudjak állni. Tehát ha ide rakom így, akkor ugye itt állnak az emberek. Hogyha ide rakom, akkor ugye itt állnak az emberek, és akkor a másik kassa az pedig így lenne, és akkor belül állnak egy, egy sorba. Érted, hogy mit mondok? Vagy az van, hogy a két kasszás van egymásnak háttal fordítva, és az emberek az egyik és a másik oldalukon állnak. Melyik lenne a jobb szerintetek? Igen. Az jó. Mafla. Jó. Még volna... Nem. Farra rennének rátéve... és egymásra szem, már mint arra gondolsz, hogy így. A nem látok oda be. Így gondoltad? Mert akkor az emberek így állnak, meg így beleállnak a másikba. Így veszi el a legkevesebb területet. Ez ám logikus? Igen, csak azt nem tudom, hogy az öt ember az így viszont akkor belekígyózik a másikba, nem? Ez két ellentétes irányú. Igen, direkt tükrözöttet vettem. Nem, nem tudom, hogy baj-e. Hát megnézhetjük, hogy, hogy gond-e az. És ezzel most mi a faszomba baja van? És hirtelen mély nem lett az jó. Hát a parkettát nézem, öreg. Így. Jó, nézzük meg így. Sorbaállás szimulátor egymás seggébe, csak ezt egyel kijebb kell rakni. Hogy a... Szopac! Na, végre! Nem egyenes a fal! Tűnje <laughs> vagy! Na, mondjuk én sem jövök ki onnan, nem a Józsinak nem kell kijönnie. Átklippelnek egymáson nyugi. Jó, de lehet, hogy jobban néznek, nem klippelnének át egymáson. Na, mindegy. Jó, ö, oké ez egyelőre akkor így rendben van. Van 300 pénzem, bátyja még mindig pakol, de ettől függetlenül szerintem attól függ, hogy mennyire van lerabolva a raktár. Hú. Ó, <laughs> oh, egy tisztítószeres rendelés, ez viszont kell. ez egy pici drágább, mint amit én meg tudok engedni magamnak. Na, én vagyok a egyetlen, akinél jöhetnek egyelőre. Jó napot! Tessék ide a sarokba jönni, itt vagyok. Nálam a pult alól is van valami. Józsi meg büdös. Józsi, Józsi olyan, mint az alapkő. Tehát őt letettük, ő ott van. 500 embert kell kiszolgálnom ahhoz, hogy a következő kasszást egyáltalán megvehessem. De ez így nem rossz, csak az a bajom, viszont hogyha én állok a kasszába, és... és Józsi csak ott van, mint egy szálfasz, akkor fölöslegesen fizetek neki, nem? Már csak 498. Igen. Azért mondtad, hogy rúgjam ki? Igen, csak hogyha meg... Mondjuk valószínűleg a kasszát én gyorsabban kezelem, mint ő. Tehát az szinte, szinte teljesen biztos. Ú, hallod? Azt biztos, hogy most csinálták meg nem olyan régen ezt a lányt. Ja, ja, azt csinálhatjuk, hogy most megnyitjuk őt, ezt bezárjuk, és akkor én nézek árakat. 6,84, 3,56, 3,39, 5,88, 3,09, 11,67, 5,52, jó, így stimmel minden. 38... 653... Hát ez remélem pont most vetted le, mert éppen drágult, tetja. Azért is mennek hozzád, mert ő lassú? Gondolod? 62 5 Az a süti az fixen 4-20, abba tudja, hogy keverünk valamit. Azt szerintem nem vinnék, nem vinnék ilyen elánnal. olyan nagyon sok minden nem változott, akkor ezek szerint csak régen, régen néztem rá. Ja, ezeket már átnéztem mert az a túloldalon stimmelt. Igen, ezért kellene egy ilyen nagy, nagy átalakítás. Csak az a baj, hogy ha felszedem, felszedem a polcot, akkor akkor a termékekkel együtt szedi föl. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy mindent basszon ki a izére, a, földre, és majd én onnan összeszedem. Pedig nagyon szeretnék egy ilyen nagy, nagy rendrakást csinálni, csak egyszerűen nem, 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 nem tudom, hogy hogy kezdjek hozzá. Földön nem tárolunk semmit. Turkóla. Ez már tetszetősebb. Hát, most azt nem tudom, hogy azt mennyire érdemes belevinni. Ha már, ha már kereskedelem. Hmm. 66,8. Igen, figyelj, ameddig nincsen szavatosság, addig, addig, ezzel nem kell foglalkozni. Utána már igen, meg egy ilyen távkapcsoló jó lenne egyébként a lámpához. Viszont tetszik, ahogy fejlődünk most. Tehát az, hogy már ennyi polc van, még akkor is, hogyha nincsen mind fölszerelve cuccokkal, az biztos, hogy a második pakolós ember tudja, hogy föl fogom venni. Tehát, hogy annak látom értelmét, hogy ő föl legyen. Mm. Nem, lehet több is mafla. Lehet több is, csak úgy van, hogyha ö, sokkal följebb viszed, akkor gondolom van valami x százalékos ilyen tűrés határa a vásárlóknál, és ha följebb viszed, akkor elkezdenek rinyálni, hogy ú, ez nekem túl drága, és nem veszi meg. Lesz akkor is, aki megveszi, csak akkor lesznek többen, akik már, akik már inkább azt mondják, hogy ú, ezt akkor nem veszem meg, és akkor kimegy. Az igen, azt figyeld! Na, a bátya, bevásárolt! Ja, persze, csináltuk egy ideig azt, mafla, hogy mindent valamilyen irányba kerekítettem, tehát, hogy vagy fölfele mindent, vagy mindent lefele egy kicsivel, mert még akkor is profitosak voltunk, csak akkor nem kellett 79-ekkel megizékkel számolni. Kövinél vegyek lámpákat. Jó van, bazd meg. Egy, kettő, mondjuk három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Jó, akkor veszünk nyolc lámpát. Bazd meg, ez kétszáz dollár az megvan, vagy négyszáz lesz, Már nem is tudom. Jó, most már nem is tudok venni. Majd reggel. Megígérem, hogy ma nem felejtek el lámpát venni, jó? Lesz fény. Lesz fény, ráadásul még egy fél szintet kell lépnem, és akkor lesz uh, még egy pakolós emberünk. Azt szerintem, azt szerintem megéri. Na, az meg. Azt elcsesztem, ott nem tudom mi volt. Ott nem tudom, hogy mi volt. Na, jó, lámpa. Egyetek a szához. Jó, azt mondja, hogy egy jön ide. Egy jön ide. Fú, uh, de jó vagyok. Oké, okay. akkor várjál. À, ja, az a polc, az nem, az nem teljesen úgy van, ahogy kellene lennie, de nem baj. Annyi fény van, hallod? Sokkal több fény van, mint ami kellene. Hallod, mennyit fogok fizetni az áramért, baszki? Na, na tetszik, fényárban úszunk. A gitárnyakú Józsi, pedig tök jól el van. Na, akkor. Managment. 2600-ba kerülne a fejlesztés, és 750-be a licensz. Új cuccokért. Mozzarella, Hani Tuna, egg pack... Szerintem annyi helyem nagyon nincs. Tehát én értem azt, hogy a választékot kell növelni, de ahhoz egyébként a raktárteremet kellene növelni. Úgyhogy egyelőre licensz nem veszünk. 1800 lenne a storage növelés, szerintem az kellene, hogy legyen majd a következő. Öt napja rá vagyok cuppanva erre a játékra, imádom. Nem csodálom, én próbálom megtalálni a balanszt a között, hogy hogyan pakolok, hogyan raktározok És... Most nekünk egyébként így néz ki a bolt Double kassa, meg... nem tudom, ilyen kicsit kikkes feelingbe vagyunk Kikes üszkös. Anyám tudja. drogéria. Ja. Oké, okay. ez meg volt. 3, 6, 9, 10. Jó, zárul a csokival. Maradt 372. Csoki volt itt. Jó, szereál. Hú. A 4-20-as süti az, az egyébként a legjobb. Mondjuk az annyira nagyon nem megy. Ez melyik süti? Ez, ez a süti. Spagetti. A liszt még van, igen, az, az abszolút jogos, még mindig van liszt. És ilyen piros tetejű cucc is van. Köszi! Én már elfelejtettem. Ami ott van a hátam mögött, azt nem is látom. Jó. És akkor ez ott zárult, hogy csoki. Tisztítószer, az most azt hiszem pont, hogy hát van módjával. 372 van, és akkor a frigós dolgok. Nagyon jó. Na, hát figyelj, elméletileg mindent vásároltam. Jó kurt, az nem tudom egyébként. Ah, amúgy elfogyott egész jól. Turkóla. Itt az sajnos megmarad. Bioalmalé. Ah, várj, az alma lé, az van lent. Szóda van bal lent. Ez a kóla van jobb fönt, vagy mi az? Mi? Ja, nem, ez van itt. Oké. Okay. Sajt. Hát érzem, ahogy ömlik be a meleg. Az meg, szellőztetni akartam, kinyitottam, de szerintem melegebb, melegebb van most jelenleg kint. Pedig az elég ritkán szokott előfordulni, hogy melegebb van kint, mint itt bent ebbe a szobába. Az a te az úgy fog elfogyni, mint hogy a muszáj lenne. Hol a tojásom helye? Ja, itt. Mi van, 53 tojásom? volt. Hát az nem nagyon vitték akkor. Na jó, nyissunk ki, elköltöttem minden pénzemet. 25 körül van kint jelenleg? Lassan meg kell keresnem a légkondimnak a távirányítóját, bazzeg. Ami amúgy kihívás lesz, mert nem tudom hol van. Már kiraktad a muskátlét? Rövid ez, ez, De ez a kinti? A másik, de hát egy. Egy, azt tudom, csak hogy... Kapsan nem csinál, tudom, be, hogy... Hol... 26 fok van kint. Ja, ja, most mondták a srácok is. Durva. Nem, eldugtam amúgy a hűvőbe. Miért dugtad el? De hogy dugtam, hát te pakoltad el valahol. Nem, nem tudom, hogy hova pakoltam. Jó, hát Jó a hogy ki kell majd Ez mennyivel tisztább, mint az enyém? Az enyém már tiszta retek, ahogy nyomkodtam Nem, most még nem volt kitisztítva... A jaj! Nem, most nem volt kitisztítva Nem ért rá a szomszédom Igen, inkább hozzám jönnek függ. Szimpátia alapján választanak? Kinek mi? Mi? Vagy hallják, hogy én milyen gyorsan klikkelek, meg Józsi milyen gyorsan klikkel, és azt mondják, hogy nekik nincs ennyi idejük. Ja, a numpad, de biztos egyszerűbb beleírni a kártyásba, az valóban így van. Az kétségtelen. Na, és szólok, hogyha lesz numpadom. Kinek mit intézett a kasszása? Igen. Hűűűű, 94, 34. Nem, a kártyánál nem enged többet beírni, azt már kipróbáltuk, hogy milyen, amikor... Ott egy 104-es vásárlás volt, ez igen. Azt kipróbáltuk, nem engedi lekattintani addig. arra lennék kíváncsi, anyát 90 dollár. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon, amikor majd bejön a lopás, az hogy jön be? Tehát, hogy nekem mindenki kell ugrani a kasszából, azt tarkon vágni azt, aki lop. Kevés összegnél se. Azon gondolkodtunk egyébként mi is, azt még nem próbáltuk ki, hogy mi van akkor, hogyha megvárom, hogy mondjuk megtelnek a kasszáknál, és, és utólag írom át az árat, mint hogy ő levette a polcról. De erről csak beszélgettünk, ezt még nem próbáltuk ki. működik amúgy. Itt az ideje kipróbálni. Figyelj, azért így is ment 1331-ig, és még... És még nagyon sokáig fog Józsi dolgozni. Annyiba fog nekik kerülni, amennyiért levették. Á, ah, én is úgy gondolom. Azt az árat kell kifizetni, ami, ami ki volt írva, amikor levette. Imádom egyébként az ilyen játékokban, hogy van, stock nyolc különböző ember, és az váltakozik. Tehát amikor egyszerre van bent a boltba öt, ötszörös egypetéjű iker, az, az zseniális. Morognak a segzse Aha, hát abból lehet, hogy nincsen már. Többen keresték a budi papírt? Hát igen, ugye mi is emlékszünk, volt egy ilyen időszak, amikor a budi papír többet ért, mint a dollár. Jaja. Mi az a mínusz egy SP? Ja, azt az hogy valamit nem talált. az hittem, hogy majd rosszul adott vissza Józsi. így sose érnek össze, hogyha én gyorsan dolgozom, mert akkor amikor Józsinál van itt öt, de most az, ha, ja, de rendes maga elé engedte. Egy darab tea? Bolond vagy. Dishwasher tablet. Jó, majd a következő rendelésnél figyelek rá, haver. Mint ha a pakolós lenne valami baj. Mi van, mi van a kezedbe? Süti. Bazd meg a 420-as süti van a kezébe. Hát szerintem beállt a csóka. Vagy a dereka. Ne, nem tudom, valami baj van, valami baj van vele. De só, így nem fogom tudni lerakni a polcot. Tehát, hogy ezt te is tudod, ugye? Várj, először bebételjük. Szaladj ide. Jó, várj, nekem dolgom van. Mindjárt, mindjárt megoldjuk, figyelj, 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 kicselezzük. Figyelj figyelj! Csak gyorsabbnak kellett lenni nála egy picit Nézzük, hogy napváltásnál Szuper. Na jó. Mindjárt 22-es szint, ami azt jelenti, hogy lesz egy másik emberünk. Jó, ezen a polcon jók vagyunk. Egy alma levet kell rendelni. Hol van a bioalmalé? Ja, az az, íz, az, a, az fridges. Egy bióalé! Pillecukorból kell kettő. Dobosztott hagyta szörnyű, hát figyelj. Na, neki van más baja is. Kenyérből kell kettő, meg kettő ilyen piros. oké okay. és ez van susúból vehetünk egyet, meg egy tejet hmm abból a másik fajta sütiből kell kettő só van 16 rizsből kell egy ja az már max, francba Jó, egy rendelős is. Nem tudom, hogy... Ja, én, én mindig a mondó vagyok, hogy ezeknek a játékoknak ugye egészen addig szokott tartani a grindolós szórakoztatós része, ameddig túlságosan sok mindent nem tudsz automatizálni. Amint az van, hogy szinte mindent automatizáltál, akkor már, akkor már nem fun. Most nyilván, persze, mi meg azt szeretnénk, hogy jó, miért nem lehet ez is automata, az is automata, de hogyha meg megadnák, hogy igen lehet, akkor meg jóval hamarabb, jóval hamarabb megunnád. Mikor is én biztos, tehát hogy én magamból, magamból indulok ki. Hogyha olyan szinten menedzsment irányba menne el, tudod, hogy mondjuk nekem csak azt kelljen megmondani, hogy a gépbe állított, hogy mi a, az ár, aztán ö... aztán mondjuk a raktárnak is azt a feltöltését, hogy meghatározott, hogy melyik polcon mi legyen. Lehet úgy is, csak az mondjuk legyen nagyon endgame. Azt a sütit azt ellopta? A rist is elvitte. Sóból van 16, viszont nincsen olyan pasztám. Jó, és nincsen az a piros tetejű ez sem. Kétszáz 280 órád van ebbe a játékba? Hogy? 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 Annyi óra a fejlesztőknek nincsen ebbe a játékba. Jó, szerintem, szerintem ez a polc is rendben van. A tisztítószernél az biztos, hogy WC papír, hát igen, WC papír kell. Akkor rendeljünk tisztítószereket. Anyád, ez 156-ba kerül, baszki. fasz? Ez nagyon drága. Jaja. Ja. Ez a jaja. Ja. De oké, okay, ez fölmegyed a földre. a ja, tizenkettőben van egy dobozat, tehát ez viszonylag sok. Na, azt se tudom oda berakni. Ja. Ja, ja. De, ja, jaját, ja, azt már vitte is. Hmm, az továbbra is ott van fönn. Jó, a zöldnek tuti, hogy van helye, mert az pici doboz, és az abból több elfér. El, ennek szerintem len, nem lesz. És akkor ezek szerint budi papírt nem rendeltem, ugye? Abból szerintem nem tudok eleget rendelni. Hát az a baj, hogy egy ilyen, egy ilyen doboznak a teljes tartalmát egy vásárló el szokta szerintem vinni. Tili, na hogy Vidám délután mindenkinek! Jó látni, hogy 8 óra munka után látom streamben is azt, amit csinálok. <laughs> Tényleg ebbe bele se gondoltam, hogy milyen fan ki lehet az, hogy van aki, van, aki bejön a streamre, mondjuk meló után, és annyira örülnek hogy paznak, végre lezártam a kasszát, a köcsög Erzsinek. átadtam a műszakot, hazamegyek Avid streamet nézni, és így hazaér, és így. Csinál ez a hülye? Kosszázik, bazd meg! Na takarodj! Akkor majd most felhívhatod a ö, figyelmet a hibákra. Sz szakmai, szakmai, szem, szakmai, szemmel mit kifogásolsz a hozzáállásomba? Ö, esetleg nem mosolygok eleget. 22-es szintén úgy rohanok a számítógéphez fölvenni a pakolós fiúból a másodikat, hogy öröm lesz nézni. És itt is csak a pitty, 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 pitty. Még nem utáltad meg az embereket, lelkes vagy? Ebben ne legyél annyira biztos! Nézd meg ezt a csücsörit! Kéti, nagyon szépen köszi a Tillinek ajándékozott szubot. Köszi, köszi, Zárom be a bótot. Jövök is ide. Azt mondja, hogy furnitúrából kilépünk. Management, hiring, hire. Na. Kettő, kettő pakolóssal most már nem kellene, hogy probléma legyen az áru feltöltéssel. Legalább lehetett volna más kinézete a pakolós meg a kasszás fiúknak, tehát hogy az olyan, egy olyan beltenyészet van nálam, hogy érted, Józsi családját már minden estől fölvettük, de most még mellé jött Juan Pablo Álvarez is, aki, akinek nem tudom hány ikertestvére lesz még nálunk. De igen, így szerintem, így szerintem rendben kéne, hogy legyünk. Tehát én állok az egyik kasszába, ő a másikba, egyre növekvő kínálat, két pakol... Szerintem a két pakolós ember jó kellene, hogy legyen. Az egyik pakolós srác miért megy körbe? Nem tudom. Joy az azaz, az Ú, uh, szegény tillit, most nem, nem irídlem. Szia Marta, no, eló, eló, De ne! Elhiteted velem, szemeztünk, érted? Összeért a tekintetünk, éreztem, hogy szúrsz a szemeddel, erre elfordulsz, azt a büdös Józsit választod? Hát itt nincs senki, egy igazi hülye mafla vagy. De most komolyan. Egy három dolláros szart fizettél ötvenessel? Na, bazd meg. Várjál. Hát ott nem tudom, mi történt. Csak gyorsan kezdtem el nyomkodni a, a az egeret. Így akartam nyomkodni a, a bal klikket. Nem pénzváltó vagyok, ennyi. Ennyi Józsihoz ő vált neked pénzt. igen, bazd meg. Azt hitted, hogy nekem egy százassal fogsz fizetni? És majd beszopadsz? Hol tartunk? 10 tíz, dollár? Change 22? Ja, mondjuk 77-et fizetsz. Akkor bocs, fölöslegesen szopatlak, de nem baj. Azt hittem, hogy 77-et kell neki visszaadnom. Jó, ez most akkor egy kicsit így geci, de figyelj, figy figyej, figyelj, figyelj, uram, tehát ö, 22 dollár 60, 22 dollár 56-ot kell majdnem a plafoni a pénze. Viszlát. Pillanat. <laughs> Fizettél volna kártyával, majd legközelebb megtanulod. Így, szépen kártyával. 47 dollár, 61-et már húzzuk is le róla. Ne húzza még a gatyák. Kíváncsi lettem volna, hogy egy, egy ilyennél amúgy az, 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 az így hogy rakja el. Oké... Okay. Elvitte. Mondom, tudod mi lenne még egyébként egy ilyen élethű változtatás a játékba? Hogyha... meglévő mennyiségű apród lenne, és van, hogy nem tudsz visszaadni. Mert annyit akar elvinni, hogy nem bírsz visszaadni neki. Simán lehet. van most senki nem jön hozzám. Mi fél 2000? Úristen! Hát ezért fogy el a WC papír! 93 az igen. A két pakolós az szerintem fasza, az jól működik. Igen, a két pakolós mellett csak a raktárakat kell fullon tartani. Én? na szépen pakolásznak. Három csomag WC-pofit beleférte be a kis zacskóba, igen. Az a legviccesebb része. Jó, szerintem ezt a boltot már elviszi Józsi. Hát itt, itt még viszonylag kicsi a hely. Jó, kell három sajt, két... Két tej és egy narancslé. Jó, ja, ezt már nem fogom tudni megrendelni, jó, akkor azt majd másnap. Jó, szépen zártuk a napot, ügyesek vagytok, srácok. Nagyon szép. 2800-on zártuk. A oh, C computer for more details. Az a baj. Várjál. C computer for more details. Lehet, hogy mégis lehetne valahogy itt állítani árakat? Mint, hogy látom, nem. Hát itt tényleg csak megnézni lehet. Mi az, az itt mi? Product must be the same. Ja, mert hogy ez nem ugyanaz. Ezt nem vettem észre azt a dobozt. annyira szeretnék rendet rakni a polcokon, hogy azt én elmondani nem tudom nektek, srácok. Do it. Tart vissza. Az, hogy kurva bonyolult. Tehát, hogy igazából vennem kell egy vennem kell egy plusz, plusz szekrényt, és akkor azzal elkezdeni átpakolni. Csak én bonyolítom, tud De hogy? Hogy, hogy, hogy oh, hey, nem. Jó. hé, nem akkor figyelj, akkor bazeg, ha benne vagytok, én megcsinálom. Tehát, egy, kettő, három, na, nem max. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Ez megy egy polcra. Az a polc pedig nem lesz más, mint ez. Jó, most megkeressük az összes csokapikot. Oké, okay, van még valahol csokapik? Nincs, nagyon jó. A csokapik kész. Jöhet a kenyér. Jó, így mondjuk valóban annyira nem bonyolult. Szed, szed, jaj. Mi? Vedd le a táblánál az... Ó, oh. Ó, hülye Józsi, bazd meg. Ó, more. Oh, fuck! Hülye, feltöltötte, mi? Hogy szabadulok meg attól a csokapiktól? A még a dobozt is elrakta. Hol vagy te hülye? Hol vagytok? Két hülye! Na most kell majd egy doboz, amiben az bele tudom rakni. Oké, okay. pasta. ez nem fér abba bele. De el ne induljál! Hát, fölraktam egy üres dobozt? Esetleg addig kirúgni őket? Nem kell, csak ennyit kell csinálnom, hogy Gyorsan le is veszem a táblát, hogy nehogy föltöltsék. Van még valahol? Nincs. Hogy került oda a WC papír? Ez eddig is ott volt? Ott most jók vagyunk, az, az rendben van. Van még valahol olyan? Ha van. Többi helyen már nincs. Na hát így, így, jók vagyunk. Jó, most jön a susú. Na. Mindjárt jövök, srácok. Csak beszartam a macska. szartalanítás meg volt. És nem lettem olyan szaros. És kéne egy jó liftes zene? Ja, ne ragudjatok, itt vagyok. Na, susú! Akkor szerintem a susút pakoljuk oda föntre. Van-e még valahol susú? Susu, bolondság! Ott van. Na most ezzel jók vagyunk. Cucunál mindjárt jövök zenét mádod. Ide jön a susú. Oké, a susú meg volt. Akkor. Ha itt ez nagyon jó lesz a kávénak. Onnan leszettük a kávét. Pa -pa -pa, pa -pa, pa -pa -pa -pa. Máshol nincs kávé. Szuper. Akkor a kávé megvan, most jöhet, most jön majd a tea. és akkor a tea, az pedig ott lesz. Maradt egy címke a kávé fölött, így van, jó is, hogy mondtad, szupi. És akkor ott van a tea. Hm. Jó, egyébként egész jól haladunk. Akkor, ha ott van a tea, akkor ide nem kell a tea.

Ő te. Öt te, az Te, te, hülye. De nem tudok mit csinálni, nem tudok mit csinálni, mert ez, ez a, ez a hülye, ez odafogja. Hát de. de. <síl> Én nem, tudok, nem tudok mit csinálni! Nem bírok velük! Nem bírok velük! Érted, nem értenek a szóból! Most az van, hogy ezt a dobozt nem tudom letenni. Nincsen, nincs doboz. Nincsen semmi, húzzák ki a faszba innen. Nem, ezt nem tudom letenni, baszd meg ezt a dobozt. Húzzatok a piszába itt talán nem pakolja, ufa, ki kellett rugnom ebben még fér. Ez az. <sínt> És vannak ilyenek a valóságban is. Hú! Oké, okay, oké, okay. na figyeljetek, most akkor ott tartunk, hogy. Meg vagyunk, amivel idáig a teáig, ugye? Most jön az olaj. Azott egyébként szuper hely lesz a Nutellának, vagy Nutellán már van valahol. Nem, az még nincs. Hmm. Hol, hol, hol lehetne olajozni? Aha, mondjuk pont itt. Vagy, várjál. Így jó, így jó. Első oszlopban van a nutella Ja, ja, de hogy az még nincsen nincsen úgy be stack sehol Csak úgy nem lehet eltávolítani egy cipkét, hogyha van ott, van ott termék Csak azután miután lepakoltam Jó, ez a spagetti Na, az kell ide... Majd amikor a sót el tudjuk onnan szedni. Rendeltem a sót? Nem. Ríst, igen. Aha, na onnan el kell szednünk a sót. Ott is van spagetti, várjál. Akkor inkább itt lesz a spagetti. Mert ide már most oda tudom tenni. És akkor majd a másik helyre meg mehet a só. Nagyon jó. Azt onnan még le kéne szedni. Az ott elbújt! Na Nutella! Van-e még valahol Nutella? Nincs. Azt a só, attól a sótól kell ott megszabadulnunk, az ott, ami nagyon rákos. Jó, nincs több Nutella sehol. Itt a só. Nagyon jó. Tudod mit? Legyen itt a só. Igen, akkor elhozzuk innen. Hú, jó, alakul, alakul. Ó, ez még olyan bonyolult, csak ö, mindenféleképpen ki kellett baszni a rakodókat, mert nem igazán tudtak gondolkodni. Jó, ez ott tökéletes helyen van. Máshol nincs is, ugye? De itt van. Miért olyan kicsi a Nutella? Hát ezt látod, nem tudom. Na figyelj, itt aztán ebből a sütiből túltengés van. Mert ráadásul még ott is van. Meg kellene nézni, hogy ebből a sütiből. Aha, ez így jó. Igen, ez így egy picit problémás lesz. Az a baj, hogy nem lehet selejtezni. Tehát kettő mindenféleképpen abból maradni fog. Edd meg azt a kettőt. Hát jó lenne. Jó lenne, de nem lehet. próbáld egy kiürült dobozba rakni. Az lesz, azt, azt meg tudjuk csinálni, hogy egy sima, sima kiürült dobozba majd megpróbáljuk, hogy belefér-e. Na, mert van egy másik fajta süti. Az az a süti, ugye? Meg az a süti. mm uh -huh logisztika, logisztikai problémákba ütköztünk. Hát befér. Abbe is fér, nagyon jó. Ne! Ne! Jó, semmi gond, semmi gond, várja, megoldom. Jó, kész. Mert van még valahol? Ú, bazd meg, ne. Jó, majd megpróbáljuk, majd megpróbáljuk másik dobozzal megoldani. Nagyon kéne a játékba egy univerzális doboz, amivel pakolhatsz bármit. Na ez lesz szopás. Na ez a cukor, ez szopás lesz. Ez nem lesz jó, mert nem, nem tudom, hogy milyen dobozt, dobozzal fogom azt így eliminálni. Ebből a sütiből még a középső polcon is van. Pálszeg! Hallod, ez a süti, ez elpusztíthatatlan. Meddig jutottunk? Eddig a Kendig! Várjál, azt mondja, hogy ez a... Hey! Ja, ez ott, ez odavaló. ha abból a csokiból és ebből a szereálból kell rendelni. Nagyon jó, kérlek legyen még egy valahol. Jó, ezzel a dobozzal sem tudok semmit kezdeni, mert pont, pont marad belőle egy. Na, most ezzel a dobozzal, hát ha... Azt nem... Ezt a pillecukrot ú, de jó. Oké, okay, legalább a pillecukor megoldva. Akkor viszont, hogyha rendelek még egyet ebből, akkor pont föl tudom töltikézni ezt. És máshol már ebből nincs, úgyhogy ez a koplusz doboz. Rendelj egy polcot, és arra össze-vissza... Hát, tudom, tudom, régebben csináltunk ilyen balgaságot. Figyelj, azt kell megnézni, hogy ezen 1, 2, 3, 4, tehát ez rendben van. 1, 2, 3, ezt a sütit kell ott lent megszüntetni, mert az a süti ott van, az is megvan, az is megvan, ezek is megvannak. A tisztítószerek jönnek majd utána, ott is van egy ilyen kósza süti, meg ott a csokapik, meg ott az. Már egy hónapja kint rohad. nem is igaz. Az a baj, hogy amint, a, amint elindul az meg a izé, ne várjál, olyat, olyat viszont tudok csinálni a pillecukorral, Előbb csinálom azt, hogy lepucolom azt a polcot, amennyire tudom, és eladom. Inkább az hogyha lehet, eladom azt a polcot. Arról, arról kiírthatatlan egyébként az a süti. E, ez a süti is kiírthatatlan innen. Ravasz köszi a feliratkozást. Ezt a csokit. Kellene átrakni ide, annak a csokinak is annak a sütinek nem lehet, hogy ugyanolyan a doboza? De! Ez az! Nagyon jó. Akkor most ezzel a sütivel mit csinálják? Ez baszom ki mindjárt kukába. Nem jó, azt nem oda kellett volna, de akkor most már maradj ott, ott meg a polcon, ahol akarsz. Istenem. És még azt mondták, hogy ez nem bonyolult. Áraz le és elviszik. De az a baj, hogyha ők elviszik, nekem ott kell állnom, mint egy cápa lesbe, hogy mikor viszik el, mert hogyha elviszik, és elkezdi a, a, a feltöltikézős emberként feltöltikézni, akkor biztos, hogy agyfaszt kapok. Meg. Bár meg tudnám, már itt zabálnám. Előbb, figyelj, ez a polc, ez a polc, ez rákos. Tehát, hogy erről nem tudjuk eltüntetni azt a sok szart. Az el van átkozva az a polc. De azzal a csokapikossal sem vagyok kibékülve. Na mindegy, ez itt tökéletes, ez fasza. Ez is tökéletes. Ez is tökéletes. Ez itt bent középen is, amely akkor csináljuk úgy, hogy... Már má most. Jó. Mikor még ezen a hármon kellene rendet rakni, de az olaj, a te az rendben van, az a csokapikot rossz helyen van. Ez a tiszta is jó, meg a, tojá... a tojás... tojás? A te is jó, már csak azt kell onnan leszedni. Tisztítókat kell rendelni, igen, csak a leszűrés dobozom. Jó, olyan kék cuccot kell, de olyan kék cucc. Jó, az nincs egy, vagy várjál, lehet, hogy van. De van. Hála jó, igen. Okos vagy, Oké, okay, ez a cleaner. Ee, oda megy a wc-papír majd. Mmm. Ebből a cleanerből kettő van. A wc-papír ott van fönt, az tökéletes. Van egy ilyen szappanosom. Nagyon, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Hát euh, szerintem a tejtermék fölé pont tökéletes ez a kézmosó szappan. Én, én úgy gondolom. Oké. Okay és akkor itt így most jók vagyunk, mert oda berakjuk mellé majd a zöldet, oda berakjuk mellé azt a másikat, a WC papír az ott rendben van, az is rendben van, azt hiszem ettől kell még megszabadulni, de ez nem megy bele ebbe a dobozba, mert ez, mert ez ráadásul új teljesen. Aha, Jó. Na, ebbe se fér bele. Francba. Jó, hát most érted? Egy ilyen, egy ilyen mosószer alatt ott van az olívaolaj, azt szerintem egyébként nem zavar meg senkit. Persze, hogy abba se fér bele. Ja, mert ez is ugyanakkora, jó. Ez itt mi? Ha, ez még itt nekünk nagyon jó. Ebbe, ez meg túl nagy, mi? Ah, gondoltam. Azért pont olyan dobozaim nincsenek, amik, euh, amik oda kell Na, viszont... csodálatos. Tehát igazából egyetlen egy hiba van az egész boltban, az az, hogy ott van az a valami, ott fönt, azt kellene, azt kellene onnan eltüntetni, és akkor van kettő, kettő teljesen szabad polcom. Ami nem tudom egyébként, hogy milyen terméknek kellene. Tehát, hogy ja, meg még itt is van, de erről nem beszélünk, erről inkább nem veszünk tudomást. De a sütik elfértek volna benne, de én ezt már, ezt már úgy kezelem, nézd csak, hogy bo box up, és, és hopp, dick, nincs. Ennyi volt. Jó, akkor már csak az a kérdés, hogy mi hiányzik? Van-e olyan termék, ami nincs kinn a polcon? Egy, kettő, három... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 terméken van kint polcon, ha nem számoltam el magam. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Akkor végül is jók vagyunk. akkor ezek szerint mindenki van pakolva, csak van egy zabi polc. Hogyan fér el egy polc a dobozba? Hát te. tehát akkor van, van sajnos olyan rész, tehát az, az egyelőre megoldhatatlan. Ja, csak az. Onnan kell leszednem azt a valamit. Igazából ott van egy lyuk. De ha lenne még egy dobozom, amibe az befér, bár lehet hogy, lehet, hogy lesz olyan dobozom, hogyha a hűtőt bepakolom. És az a baj, hogy a hűtő, ha jól látom, fullon van. Igen, biztos, hogy fullon van a hűtő, mert a két hülye pakolós, az tudja, hogy megoldotta. Tehát, hogy amit lehetett, azt föltöltötték. A tojás hiányzik, ott a tojás. A narancslé is ott van, meg ott van. Ja, hogy nincs fullon. Jó, hát azt én értem, de azzal nincsen megoldva a problémám. Jó, két, két ember biztos hogy, biztos, hogy föl kell vennünk. Hát figyelj, menjünk, menjünk elébe. Tehát a, a, a problémát orvosoljuk mi. Csak hogy. Ha veszek egy narancsot, igen, és szerinted az a narancslé az megoldja? Hát ha megoldja, akkor jöhet. Én veszek egy narancslevet. Igen. Várja, mert ez nem oldotta meg. És egy doboz tej sem fogja megoldani, mert abba a tejbe is fog maradni egy. A szóda se. Ebből semmi se fogja megoldani a problémámat. Igen, erre vonatkozott, hogy a tej sem oldja meg a problémámat, mert az egyik oldalon van egy tej, a másik oldalon pedig kettő hiányzik. Figyelj, rendelek még egy tejet, azt mondja, hogy tőj. Na. Tehát ezt sem oldotta meg, mert így a teljes doboz is csak úgy extra, de legalább megnéztük. Igen. a raktárban két doboz... Hopp, 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 hop! Na várjál! Az meg ebbe szerintem van egy almalé. Csak nem látok bele. És ez eldobhatatlan doboz! A te jó, mert a másik bolt sem fullas. Oké, akkor megint megmutatom. Tele van. Tele van. Tedd a polcra és kírja a darabszámot. Várjál, az melyik volt, amit visszaraktam most? Almali? Hát az úgy három, és ha visszarakom, akkor öt lesz. Tehát akkor ezek szerint... Várjál. Ebbe hol van három? Baszd meg. Tök jó lenne, ha azt például egybe lehetne tenni, nem? Ó, várjál. Jó, ezt az alma leves izét teleraktam. Jó, na ez most üres. Ne, nem jó, nem jó. Az alma leves doboz az nem elég nagy hozzá. Vagy nem elég kicsi, nem tudom honnan kell nézni. És ha vennél abból a piros sütiből még egyet, és azt tepakolnál át menet közben. Lehet, de egyébként már azon vagyok, hogy lehet, hogy abból lesz még egy sor. Hova akarod átrekinni? Azt akarom megszüntetni itt. Mert ennek már itt nincs helye. Ennek itt van a helye. Csak egyszerűen nem tudjuk átlogisztikázni onnan, hogy az a, az a, az a sor üres legyen. Ezek borzasztó, borzasztó durva és egyben nehéz logisztikai feladványok de nem fog elfogyni, mert a két, a két kő gólemem az meg visszapakolja. Kivéve mondjuk nem pakolja vissza, mert abból nincsen pont. Menjen egy napot a gólemek nélkül. Nem, a gólemek nélkül nem megyünk, azok kellenek, de mivel azt nem tudják újra pakolni, ezért nincs gáz. Igen, tehát az, az a cucc nincs berendelve. Viszont minden más nagyon szépen. Mit pakol? Hova pakol? Mit akar? Mi van a kezedben? Sárga olaj? Mi csinálsz azzal ott? Te a sárga olaj, a sárga olaj az itt van lent. Mert egy totyog, mint a szarógalamb, úgyhogy... Remélhetőleg nem fog fölni még egy ilyet. Ó, uh, én azt észre... vettem. Címkét nem vetted le. De honnan? Nincsen sehol... nincs sehol olyan címke ami ne lenne jó helyen. Ne, 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 azt levettem. Nem, hát egy olyan helyre akart pakolni, ahol tele van a polc. Ja, ugye 23-as szintűek vagyunk, hát itt egyébként pattanásig feszültek az az, az, az az árakat én állítom be, igen, amit jelenleg most nem csináltam meg. Jó, ugye a két... Ez így jó. Ennek örülök, hogy ezt így rendbe pakoltuk. A hűtőket kellett volna még átszervezni, de azokat szerintem majd úgy fogom, hogy új hűtőszekrényt veszek, és pakolom át. Kezd hasonlítani a sarki közétre? Persze, meg hát lehetne azzal szórakozni nyilván, hogy termékkategóriákat hozol létre, és akkor úgy csinálod, hogy a mondjuk a tisztítószer, tehát a Domestos az mondjuk nem az olivaolaj mellett van, mert az okozhat okozhat kellemetlenségeket na no, de hát ez most ilyen hát érted, most spoddy pakoltunk a hűtőláda az majd a következő liszenszel lesz letéve szerintem és ez lesz a megoldás, hogy a második kasszást nem vesszük föl muszáj, muszáj nekem is generálni kassza, vagy sikeres kasszázást ahhoz, hogy ugye az az achievement is tovább menjen. Mondjuk azért büntetnek? Igen? Hát reméljük nem kapunk egy ellenőrzést most akkor. Nem engedi. A kártyás, kártyás fizetésnél nem enged, nem enged rosszul beírni számot. Szerintem manuálisan adhatok vissza rosszul, mert arra már volt példa, hogy jóval többet adtam vissza, mint kellett volna. De, de a kártyánál nem enged más beírni. Írja, hogy uh, wrong number Volt, hogy 50 dollárral többet adtam. Én véletlen volt, hogy azt adtam vissza, ami a totál volt, és nem a change Én nem láttam egyáltalán fejlesztést uh, Rájuk, tehát őket csak fölvenni, meg kirúgni lehet Nem volt, nem volt fejlesztési lehetőség pedig vicces lenne, hogyha így mondjuk, nem tudom, a sebességük fejlődne, vagy mit tudom én, kellene foglalkozni azzal, hogy elégedettek-e, mert egyébként lehúznak, meg ilyenek. Jó, ezt egy pillanatra bezárom. A számláimat egy ideje nem fizettem ki. 2600 a bolt, és 1800 a storage. Figyelj, én a storage-ot megveszem. Dír. Azonnal hatalmas helyünk lett. Na, na, itt, itt már raktározhatunk. Tehát ez már menő. Szerintem azt meg lehet csinálni. Tudjátok, hogy mi lesz még szerintem, ami nagyon durva? Hogyha bejön az is a fejlesztések között, ami ott a viszonylag az elején is szerepelt a felsorolásnak, a cleaning baszki. Tehát amikor elkezdenek majd ők koszolni, vagy nem tudom, terméket eldobni, és akkor föl kell takarítani, meg ilyesmi. Tehát az... Az azért megint combos lesz. Lehet, hogy arra a takarítót is kell fölvenni. Összetörik a doboz tojást, vagy mondjuk, hú, mondjuk azban, az meg, hogyha én dob mondjuk én most már nem dobálom, de érted, a szállításnál például eldőlnek a dobozok, tehát ott fixen például arról van szó, hogy, hogy összetörnének a dolgok. Nem, a lámpakapcsoló nem mozdítható sajnos. Egyszerűen nem látom egyelőre, és szerintem az csak egy olyan kép, hogy majd lesz ilyen, szerintem most még oda nem fejleszthető. Bár erre azt tudna válaszolni, aki már meg tudta venni a több százezres fejlesztést. Mert ugye itt, itt olyan elszállós árak vannak, hogy ott volt már, amikor, mit tudom én, 100-200 ezer, vagy talán milliós, milliós nagyságrendű volt a fejlesztés. Kifele akkor, egyéb, akkor megy egyébként, hogyha üres doboz van nála, és ki kell dobni a kukába, most néztem. Az a jó, hogy most már este kilenc van, tehát ez most már egy nap napzárás lesz. Ezt most még akkor le, uh, lehúzzuk róluk. nem talált bleach -et. Jó, de lassan itt végzünk, úgyhogy én már kiszállhatok innen, azt már elrendezik. És nézd meg, amúgy... Euh... Jó, hát van ami, van, ami abszolút hiány vá De hogy az nem tűnt el onnan, hogy rohadják ketté. Még várj, most ezt meg tudom szüntetni. Hol van az a doboz? Ja, nincs olyan doboz. Francba! Pedig most lehetett volna átpakolni, mert most van annyi lyuk ott. De most már nem tudok rendelni, mert este van. Jó, azt még lefizetteti Jóska. 22 és fél, és 1640-en zártuk. Úgy, hogy ebbe volt most egy több ezres fejlesztés. Nice. Na jól van, skacok. Ma viszont elég sokat fejlődött a bolt. Ezt majd innen folytatjuk.